uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 14 perc, jó reggelt kívánom mindenkinek. A Janival az előbb még összefutottam, de aztán lehet, hogy... Ja, itt van, hello Jani, hello Feri. Még. Hello, szevasztok, jó reggelt. Jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. De hajt egy kis cuki. Na, jó, visszállt a hangom. A hét közepére, már mint a múlt hét közepére, úgyhogy kicsit megint verkönni fogok szerintem az első két nap, de... Aludni kéne. Nézd. De az arcom ugye, a régi. Ugye? Pihenni. A régi szép. Pihenni kéne. Még hát azt kéne egyébként. Ja, mi van? Megint visszajött a rekedtséget? Egy picit igen, ugye ismert okokból kifolyólag. Tegnap szétüvöltöttem este felé a hangon, aztán nyilván rájött még ez a viszonylag sok pihenés, de hát mindig is ilyen álomszuszék voltam, mert legalább 3 órát tudtam aludni. Így nem... Azt akartam mondani, hogy tegnapról már a viradólag, de hát ez nem lenne igaz, máról már a viradólag. Mert hogy olyan 1 óra után feküdtem le valamikor. Úgyhogy hát ez hallatszódik egy kicsit a hangomon. Mikor feküdtél le? Ja, 1-2 körül kb. 1-2? A 1-2 körül. Úgyhogy, de nem baj, legalább 6 órakor kelt. Ugye? Már megérte. Már megérte. Azért az, amikor úgy jössz végig a metró megállóba, hogy tudatosan távol tartod magadat a peron szélétől. Hogy de ne esőben beszélsz mi? Igen, azért az elég erős. Mondtam, egy dupla presszót kérek szépen, de majdnem rám hűlt a kávé, mert elaludtam a kávézóba. Így ültem egy ezen, és ott szúsziztam. Szörnyű, de nem baj, majd magam hoztam. Persze, meg majd délután. Tízre meg vagyok. Tízre már jó leszel? Tízre fönn vagy? Tízre jó vagyok, így van, ne. Én minél fáradtabb vagyok, annál könnyebben kerek. Rájöttem. Akkor ne aludj sose. Azt semmit. Kéne, hogy... Minek? Hogy keveset nincs aludni. Nincs ezzel semmi gond. Én legalább magamhoz tudok térni, amúgy, mint a magyar foci. Új gyerekek! Hát az... Hát, na, szép ez az 1-8. Mi van ezután? Semmi. Az, hogy a főnök lemondott, az már maga oké. Okay. De hogy ez meg semmi. Az csak semmi. Tehát, hogy szerintem mindenki mondjon le. De tényleg mindenki mondjon le, és akkor mondjuk menjünk egy kicsit mi focizni. Hát most max, ha mi ott hárman ott vagyunk, akkor nem 1-8, hanem 1-12. Hát 1-12, de mondjuk az vicces, hogy én futok. Tudod? Mert akkor van egy ilyen szórakoztató rész benne a dologban. Például a kokáért, mit én Janit betesszük a kapuba, bár nem jó, mert te tudsz futni, vagy mit én, te mész edzőbának a pályaszéléről, elkezdesz üvöltözni, neked van jó öltönyöd, szépen tudsz kinézni, tehát az egy csomó dolgok. Én edzőbáskodni tudnék akkor. Szerintem tök jó, hát figyelj, mert ugye ők elegánsak az edzőbák általában, van egy-két Angliában, meg az olaszok is ilyen nagyon jó öltönyben tudnak állni, neked van nagyon jó öltönyöd. Én nem tudok futni, tehát ha mondjuk én elindulok a labdával a középvonalról, akkor az önmagában egy humorforrás. Jani egy kicsit ott átbújna a lábak között, tehát hogy lehet ennyi, ilyen, tehát, jó, és akkor vicces is mókásnak lenne. Mókás lehet, és a végén Balázs a legcsinosabb hármunk közül, mindig nyilatkozhatná azt így fokozatosan, először egy kicsit meg lenne bántva, hogy azért a szurkolók hogy viselkednek vele szembe, utána egy kicsit azt mondaná, hogy hát azért ez egy elég kellemetlen volt, a harmadik nyilatkozat már arról szólna, hogy már sírni volna jó, idézve egy nagy koszorús költőket, érted? És akkor így tökre. De egy ilyen elegáns öltönybe se tudnék mit mondani. Nem, de legalább látná a nép, hogy merre van előre, divatban, tudod? Mondom. Nem, hogy értitek. És akkor tök mindegy, 1-8 vagy 1-12, vagy kapnánk 24 gólt, már a nevetnének az emberek legalább. Úgyhogy úgy futottunk neki, hogy hát a hollandoknak ez már tét nélkül. Mi lett volna, hogyha tétje van? Ez volt a mondás. Értitek, ugye? Ja, és akkor azt találtam mondani Egervári Sándor, ez nagyon tetszett, az első nyilatkozatok egyik, egyébként amiben lemondott, annak a körítése volt a következő gondolat, az első negyed óráig még láttam biztató jeleket. Melyik volt ez? Hát mert 16. percben kaptuk ugye az első gólunkat, ja. Tehát hogy addig volt biztató jel. Érted? 16. jött az első? Igen. Így van. Igen. És akkor azt mondta, hogy az első negyed órában láttam még biztató jeleket. De hogy ő még ezután is ezt mondja. Igen. Tehát, igen. Hogy ebben ez a szép. De egyébként meg valahol azért szimpatikus, nem, hogy ő egy ilyen pozitív ember. Igen, hogy van mit nézni már negyed óráig. Legalább. Igen. Hogy azt mondja, hogy hát akkor nézzük a pozitív dolgokat. Nem könnyű azért egy ilyen meccs után megtalálni a pozitív dolgokat. Hogy azon gondolkozom, hogy ha a román meccsnél ugye az volt, hogy rendőri kísérlet kell, amit a Gyugyi ott aztán később így mondott is, hogy 3 napig úgy éltek, akkor most mi? Akkor most a tech vigyázi rájuk.
Érted? Tehát ha a magyar-románnál ott a rendőrség, akkor ezután szerintem ne menjetek ki, gyerekek. A matematikai esélyünk még megvan. Hova? Mire? Már előtte se volt szerintem. Én mondjuk nem láttam a meccset, úgyhogy nem ugathatok nagyon erősen, nem vagyok egy ilyen foci rajongó, ezt tudjátok. Hát ha esetleg az lenne a célod, hogy azért nézni a meccseket, hogy megszeresd a akkor az nem, akkor nem biztos, hogy ezt mi? Kéne néznünk, igen. Ami nekem ugye szokott gondom lenni a focival, hogy egy gól van egy meccsen, vagy kettő, hát az itt nem volt. Hát nem. Itt volt esemény. Hát azért szórták a gólokat. Volt esemény. Mert tényleg, és akkor tökéletes, hogy csomó mondják ezek után, hogy jó, de hát akkor is a labdarúgás a legnépszerű sport Magyarországon. Az. Persze, ez igaz, egyébként az olasz, az angol, és a német, a spanyolnak a német esetleg. Azt nagyon szeretik. Nagyon sokan. Most mi, a játékosok nyilatkoztak már valamit? Nem olvastatok ti se semmit, hát, mert ugye azt tudom, hogy a Egervári úr az elmondta, hogy lemond, de hogy a többiek, hogy mivel, most várom. Mivel tudnánk szerinted színesíteni a palettát? Tehát, hogy az ő nyilatkozatai. Tehát, hogy tök mindegy, csak hogy nekik, mit mondanak. Nekik focizni kell, nem nyilatkozgatni. Na jó, de azt már egyébként kiderült, hogy az nem megy. Hát, tehát, hogy az a része, az nem se. Megy. Hanem legalább nyilatkozatban. Én most úgy várnék valamit, hogy kiállunk, és akkor fogjuk rá szakvezetésre. Nem tud senki semmit mondani. Hmm. Szerintem ennek itt a vége. Aha. És akkor föloszlatjuk a magyar válogatottat? Vagy mi lesz a stadionokkal? Hát, itt épül ez is az új. Ez most ki fog benne focizni, gyerekek? Hát. Ki fog benne focizni? Mit csinál? Koncertet lehet benne rendezni. Úgyis tervezik. Ja, hogy koncert helyszín? Annak is. Úgyhogy szerintem arra mindenképpen jó lesz. Meg ez a jövőnek épül. Mondjuk nyilván ne keverjük össze a klub csapatokat a nemzeti válogatottal. Mi ott jobbak vagyunk. Hát nem tudom, de hát most két magyar csapat, ha focizik, akkor ott legalább kiegyenlítettek a viszonyok. Érted, egy Fradi Újpesten mindig van valami móka, móka kacagás. Olyan ez egyébként itt, hogyha ellene átkozva ez a magyar válogatott, mert amúgy ezek a játékosok túlnyomó részt a klubcsapatukban, és itt sok esetben ugye nem magyar csapatokról van szó, hanem külföldi csapatokról, ott meg hozzák a kötelezőt. Aha. Itt meg valahogy nem. Mert az van, hogy ha bekerülsz a jók közé, akkor magad is egy kicsit jobbá válsz, tudod, hogy húznak, ugye? Van egy ilyen, ez egy ilyen általános elfogadott dolog, hogyha egy közepesen erős valakit beteszel egy jó csapatba, akkor az elkezd jobban dolgozni, szeretne a többiekkel idomulni, vagy többiekhez idomulni, szeretne jó teljesítményt nyújtani, érted? Tehát egy Schalkéban, vagy mi az, ott, ha az ember... Ilyeneket tudsz, hogy Schalke? Hallottam most a hétvégén valaki. Honnan tudsz te ilyeneket, hogy Schalke? Ragad! Tehát nem vagyok annyira hülye, mint amennyire játszom. Ezzel most így megleptél, hogy Schalke. Most azt mondod, hogy Barcelona, vagy Real Madrid. Azt még így mi? De Schalke. Van ilyen, hogy Schalke. Az ember bekerül egy ilyen Schalkéba, ott vannak jó játékosok, akkor ő maga is elkezd húzni. Elkezd jóvá válni. Most az a baj, hogy a Schalkéból visszajössz ide. Tudod? Hát, hogy akkor nincs hova. Hát, igen. Akkor igen. Nincs hova. Igen. Nincs hova. Az egy egyéni teljesítményt kéne valahogy nyilván hát jutalmazni, nem, mert azt nincs mit, hanem így mondani nekik, hogy srácok, gyerünk, tegyük oda. És milyen igazságtalan, nem, hogy a vezetőedzői hivatás, meg szakma, az meg egy ilyen magányos dolog, ott nem nagyon tudsz másokhoz csatlakozni, hogy ők kicsit feljebb húzzanak. Onnan ott vége. Tehát olyan legfeljebb összetartásokon vagy. Egyébként meg tényleg rossz vezetőedzőnek lenni, mert hogyha nyer a csapatod, akkor nyilván a fiúkat ünnepeljük, ugye, aki gólt rúgott, nem volt most kit. Ha megveszít, akkor meg neked le kell mondani. De a mesteri mondta, hogy ő igazából nem haragszik a srácokra. Nincs is miért. Mindenki úgy megy, ahogy a fej vezet. Nem hibáztatja őket, igen. Ja, Istenem, na jó van. Hát így. Körülbelül így állunk ezzel. Ti is kaptok a bankotoktól havonta több ilyen számlaértesítőt? Aha. Többet? Nem, egyet. Nekem egy jön, és akkor abban kívül. Én minden hónapban kapok, vagy hármat. De nem tudom, hogy de, nézd meg. Ez is most jött. Jó, hát az egy tigás számla. Nem, azt nézem, hogy ugyanáll a banknál vagyunk egyik. Nem, téged jobban szeretnek, mint minket, mert én csak havonta egyszer kapok. Sőt, van, amikor másfél-két havonta jön egy. Kicsit meg is lepődöm rajta, hogy végigolvasgatom, hogy ez a múlt. Ja, megint utaltak. Aztán nem, mert az a két hónappal ezelőtt. De pedig ugyanáll a banknál vagyunk. Meg a mint tudod, hogy van egy mínusz, az költés. Csak, tehát, hogy ez... Igen. Nincs még elég pénz. Van olyan, ilyen mit tudom én, mi ez, papírösszesítés, ami leírja, hogy meddig tart a hitel. Szoktál olyat kapni? Igen. Még hány éved van? Igen, még hány év, és hogy mekkora az összeg, már meg sem érem. Nem, Feri, egy tekercset kap.
Ő nem két oldalt kap, hanem kap egy ilyen izét, egy ilyen, hogy helyek ott, egy ilyen edőnyt. Egy ilyen ipari nagy... Leért. Szárok rá, már ez van. Azért az, igen, azért az kemény. Ez van. Na mindegy, jó van. Úgyhogy ezeket mindig küldik, és szerintem ember nincs, aki ezt mondjuk végig bogarásza. Vagy te egy megnézed, hogy 2013. augusztus 24-én az Alsóörsi benzinkúton öntankolt 6800-ért. Pedig lehet, hogy végig kéne, mert mondjuk, ha abban benne van olyan összeg, de ki emlékszik rá most az elmúlt hónapban, mit költöttél? Na, azt például mindig megnézem. Igen? Igen, hogy nem volt-e valami napos vonás. Ja, hogy nem tették el átkezőt. Valami, hát tudod, mert ők úgy tudnak vonni, inkaszózni, hogy bármi, hogy nem tudod, hogy csinálnak-e valamit. És azért ezt így jó átfuttatni, mert van, amikor meg tévesen vonnak. És akkor azt vissza lehet. Hát ezt valami elnéznek, vagy igen. Írják jóvá legalább. Akkor én is megkérdezem, most egy valamit lefontak, hogy mire. Mire. Igen. Na mindegy, úgyhogy ez van. Mit csináltál hétvégén, Feri? Kérlek szépen. Hát te helyettünk is. Én nagyon-nagyon szépen. Na jó van. Tegnap elmentem az Egri várba. Na, de csak az ittenibe. Jánossal beszéltük, ja. És azt mondta... Te, hogy annyit emlegették az Egervárit, és akkor mondtad, hogy igen, fel kell, hogy legalább legyen valami... Elmegyek, beszélek a mesterre. Legyen valami... Csak így, hát, ott van. Igen, hát, ha ő ott lakik. Pilisboros Jenőn van, ugye, az az Egri vár, ahol forgatták a filmet, és oda mentünk el kirándulni két kiskorúval, anya beteg lett, így az apósomat rángattam be, aki nagy túrázó hírében áll, és hát ő vele együtt mentünk el. Marha jó volt, de ezt nem tudjátok elképzelni, hogy itt hányan vannak. Én de. arra számítottam, hogy ilyen nagyon aranyos kis túra lesz, megyünk ott az erdőben, négyesben, énekelünk, makkot szedünk, és visszük a kis szendvicseinket. Mókustűzünk, kiérünk az Egri vár romjaihoz, megrohamozzuk, én leszek majd Dobó István, nyilvánvalólag, a gyerekeim a törökök, és mélybe taszajthatom őket, és kimész, de mozdulni nem lehetett. Sokan voltak. Mozdulni imádják. Nem lehetett, mondjuk nagyon jó volt az idő. Belecsöppentünk egy számháborúba, ott volt egy ilyen iskolás csapat, meg tényleg nagyon sokan. Aztán elkezdtünk fölmenni a Nagy Kevély felé, ott már senki nem volt, úgyhogy az nagyon jó. Ez volt az egyik, a másik szombaton sörfesztivál, már megint benne van? Sörfesztivál volt, ott voltam kint, de nem sörözés véget, mielőtt bárki arra gondol. Egyébként nagyon vicces volt a hétvégén a rólam kialakult kép, tehát ahogy a Jani spúra, hogy te szép, mondjuk az igaz, azt mindegy, azt hagyjuk, és az én az Alkesz, hogy állok egy sörfesztiválon. Hát te még józan vagy. Állok egy sörfesztiválon, mert ugye melózni mentem ki, az első Oktoberfest volt Budapesten, és egyébként zseniálisan sokan voltak kint. Állok a kezemben egy ásfegyvízes üveggel, jön, mint egy Sanyi Pisti Laci, aki már nem volt szomjas, tudod, egy sörfesztiválon azért megtalálnak. Ilyál! Mondom, iszom, itt van a víz. De gyere sör! Mondom, arany tündér vagy, tényleg Bogyó, imádlak meg minden, csak én itten dolgozom, és olyankor nem szoktam. Meg értelek, hogy azt gondolod, de nem szoktam délután kettőkor részeg lenni. Tehát, hogy nem, egész egyszerűen nem. Nem, este 10-re oké, de most még ásványvízezek, és akkor hát ezt próbáltam így kb. 40 embernek elmondani, hogy aranyosak vagytok, de én nem... Hogyha józzam, hogy most jöttek ki az elvonóról. Igen, tehát, hogy reggel én azért nem felessel indítok. Szóval, hogy nem volt benne semmi ilyesmi. Az volt csodálatos jó idő, rengeteg ember, péntek este nagyszerű koncerthangversenyt adott az utolérhetetlen Best of együttes, és gyerekek, el kell mondjak nektek egy nagyon nagy titkot, a hírek előtt a Best of együttes, az én kis zenekarom második aréna koncertjét fogja tartani. Várjál, december 27-én kérlek szépen az arénában fogunk zenélni, és ugye mindenki előzenekart hív, mi utózenekart hívunk magunknak, a Hooligans együttest. Na, hát ez a menő. Hát előzenekar bárki tud hívni. Ugye? De utózenekart érted nem tudsz hívni magadnak. Ez király. Elvállalták a srácok, december. Fölhívtak, hogy menjünk, mondom, hülyék vagytok, miért? Szeretünk veletek inni. Ott a helyünk. Mondtam így. Feri, ha igazán jó fejek vagytok, az egész Best of setlista, az csak Hooligans számokból fog állni. Tudod, hogy kis utánaérzés legyen, tudod utána neki. Jó, van, most már valami mást is hallgassunk ki. Hagyjuk már Királylent, már Ferék lenyomták kétszer. Igen, és jó volt. Úgyhogy nagyon meglepődtünk, tündér aranyosak voltak, hogy fölhívtak, mi nagyon jóban vagyunk, így egyébként, ha összefutunk valahol, akkor megy a móka, hogy menjünk miért. Hát mondtam, van rendezzenek, akik tudnak zenélni, hogy azt mondja, az nem kell, az nem érdekes, hogy menjünk mi. Úgyhogy december 27-én mindenkit szeretettel meg
meghívok az arénába a nagy koncertünkre. Aminek az utózenekar a Hooligans. Az utózenekar a Hooligans. Úgyhogy szóljatok, ha kell jegy, érted? Bármit el tudom intézni. És előre elnézést kérünk a nyomda tévedése miatt, hogy a Hooligans neven nagyobb betűvel fog szerepelni, mint a Best of It. Hát igen, jó, most ilyen apróságok vannak. Persze, hát ez mindig benne van. Érted? A hátunkon kapaszkodnak föl. Így van. Érted? Ennyi. Elő is szégyelje magát az a szedő, aki a betűméreteket el fogja szórni. Ja, biztos vagyok benne, hogy rosszul közlik le a plakáton. Hát így, szóval ezek voltak. Ez menő. Zajlott az élet, én nagyon élveztem. Jó idő volt, kirándulós, szuper. Te veszik le, ahhoz elvittetek a gyereket? Ott megy el mellette. Ott megy el mellette, igen. Pontosan. Ki is van írva ekkora betűke, hogy figyelem, lódarazsak támadása várható a teveszikai kereszteződéstél, de nagyon rendesek, mert figyelmeztetnek. Ez a kirándulóhelynél van ez a teveszikla, és akkor kirakták. Ez tök rendes tőlük, hogy szólnak, hogy van lódarás, de nem jöttek egyébként. Megmondjuk, mi csak utólag olvastuk el visszafelé, hogy van ez a lódarás a sztori. Úgyhogy jó volt. Na jó van, hogy állunk játékkal már, hogy tavaly, múlt héten hogy álltunk, mi volt végül? Behúztuk az ötöt, vagy 4-1? 5-0, nem 4-1, behúztuk az ötöt? 5-0, a hollandos helyet tartott. Így. 5-0 volt? Az szép. Ki fejezte be a hetet? Te voltál? Én játszottam 2-t. Ja nem, te fejezted be a hetet szerintem. Mindegy, a lényeg, hogy 5-0. Az egészen jó eredmény. Ja. Teszem, te játszottál 2-t, Jani 1-et, én 2-t. Igen, és így. Na, hát ha valaki szeretne revansot venni, akkor lehet. Egészen nyugodtan. Jó, így hétfő reggel szívesen indítjuk egy komoly elpopsizással a hétfőt, nem? Hát a legjobb. Érted? Ne tudjunk ülni, annyira popsizat. Ja, ha minket elpopsiznek, igen. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra nyugodtan. Mi pedig jövünk a hírek után pontosan 6:30 van. Ez itt a Morning Show. 10 perc van, pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 0-0. Ez azt jelenti, hogy új hetet kezdtünk, ugye? Úgyhogy meglátjuk mindjárt, ki a játékos. Bonyhád környékén nagy a köd, írja nekünk egy hallgató. A M5 bevezető úton minden felüljáron rendőrök vigyáznak ránk. Trafi is írja. Andi. M7-es pályán Pest felé az érdi emelkedő két kamion ütközött, a dugó alakul, ez pedig remete. Küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, mi pedig megnézzük akkor, hogy ki a mai játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Ránkóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Jézusom, én nem jön ezzel a hangban. Elnézést kérek, bocsánat. Halló, jó lesz. Sziasztok, jó reggelt! Szia. Zsófi vagyok. Zsófi? Hello Zsófi, jó reggelt neked! Jó reggelt nektek is! Honnan hívsz minket, Zsófi? Útközbendől, most éppen alsó ülakon vagyok. Mennyi idős vagy? 36 éves. 36? Én 18-at mondtam volna a hangod alapján. Igen, a hangom alapján mindenki fiatalabbnak sajtszol, de komolyan. 36 éves vagyok. Igen, akartuk, hogy beszélj még, beszélj. Beszélj, csacsog. 77-ben születtem. Mikor? Nagyon szép év, 77. Akkor egy idősek vagyunk. Melyik hónap? Március. Mi ráadásul még idősebb is vagy nálam. Hopp. Szörnyű ez. Kivel szeretné játszani, Zsófi? Én veled szeretnék játszani, Balázs. Miért nem vagy tekintettel arra, hogy tegnap nagyon sokat dolgoztam? Hát egy idősek vagytok, hát most éltek. Hát én mindenképpen veled szeretnék játszani, mert próbálnám a beszélgetés vonalát úgy igazítani, hogy olyan dolog derüljön ki, ami veled kapcsolatos. Hoppá! Hát de örülök ennek. Jaj. Na, de örülök ennek. Van egy konkrét kérdés, amire választ szeretnél kapni Balázsral kapcsolatban? Hát konkrét kérdés, nem konkrétan konkrét kérdés, de elhangzott múltkor a rádióban valami, ami nem biztos, hogy fette a valóságot. Jaj, hogy miért kell nekem hétfő reggel már ilyen mély gödörbe belemásztom, mert nincs elég bajom. Ugye nem a chemtrail? Nem. Jó van. Na jó, induljunk, jó? Induljunk. Jani? Treat! Még parancsolsz. 3, 2, 1, fire. Kezdhetem én? Szeretnéd? Szeretném kezdeni. Ne kezdjenek. Szóval múltkor adásban elhangzott a szádból egy olyan, hogy voltál nyáron egy hotelben, és egy autós moziban láttál egy bizonyos filmet. És szerintem az nem az a hotel volt, amit említett. De kár,
Jó ideg! Ebbe azt hiszem pedig talán kicsit passzív voltam. Nem. Hagytam. Most hagytam. Múltkor lelettem szúrva, hogy bedaráltam a játékost, és nem hagytam kérdezni. Most akkor hagytam kérdezni. Most persze nyilván ez is baj lesz, hogy hagytam kérdezni. Te is ott voltál abban az autós moziban? Igen. Együtt ültünk már, hogy egymás mellett? Nem, egy nem autó messze belül. Egymástól, igen. Igen? Igen, én abban a hotelben dolgozom. És én mit mondtam, hogy ez melyik hotel volt? Te egy büki hotelt említettél. Rosszul mondtam, bükkfürdő, persze. De nem, ez Sárváron volt. Tényleg Sárváron volt, de hülye vagyok. Hát az nem bükkfürdő volt. Én mekkora barom, hogy ez Sár... Te bejársz ide hazudozni? Hát de komolyan. Te hülye vagyok. Sok. Még elhiszünk neked mindent. Tényleg Sárváron. És azt mondtam, hogy bükkfürdőn voltam hotel. Igen. Úgyhogy csak emiatt jelentkeztem, hogy esetleg ezt megvitassuk így adásban, de belefutottam a saját kérdésembe, úgyhogy hát ez van. És milliók indultak el bükkfürdőre autós mozizni? Nem, hát ilyenkor már nincs magad. Autós mozi. Tényleg, igen, igaz a Van Zsófinak, tényleg, ez egy sárvári hotel volt, az egyik kedvencem. Jól van, Zsófi, sajnálom, bocsánat, meg se szólaltam, nagyon könnyen nyerhettél volna. Igazad van, persze. Igen, ezt meg tudtad volna nyerni, csak bajba keverted magad. Zsófi, köszi. Így van. Én köszönöm, sziasztok. Mi is köszönjük, mit csinálsz abban a hotelben, Zsófi? Hát így a közösségi területekért felelek, hogy rendben legyen minden. Aha. Na jó, a legközelebb ott vagyok, gyere oda, dumáljunk. Rendben. Köszönöm. Sziasztok. Hello. Hát gyerekek, mindegy, hogy szerezzük meg az első pontot, a lényeg, hogy meglegyen, nem? Akarsz, nem akarsz, tudsz, nem tudsz, nyersz. Hát nem, most már hallgatni is tudni kell. Így van. Azért ez nem úgy van, hogy csak ugye egyszer csak csendben maradsz, érted? Jókor maradsz. Nagyon bölcsen hallgattál. 5 perc, pontosan 7 óra jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 9 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Rengeteg megoldás a játékunkra, ahogy látom SMS-ben. És friss közlekedési híreink is vannak. Itt van Gábor. Hello Gábor, jó reggel! Sziasztok, jó reggel kívánok mindenkinek! Hello Gábor, merre vagy? Én Pesteri haladok, az M5-ös autópályán, itt van egy gyári lehajtónál járok. Na, és mi van ott, vagy mit látsz? Még az Örkényi lehajtó után Szeged felé egy Mercedes volt meg a szalakorlátnak ültözött, és átsugrozott a beállósába, de mindenki csak bambul még a szembejövő sávban, és úgy, hogy nem nagyon akarnak segíteni, inkább ne tartsák fel a forgalmat, menjenek tovább. Uh-huh. Szokásos bámészkodás ezek szerint. Így van, egy óvatos torlódás kezd kialakulni, de ha tovább mennek, akkor nem lesz semmi van. Uh-huh. És merre mész, Gábor, egyébként? Megyek a szokásos reggeli érteket nekünkre. De jó, azt a hétfő reggelben mennél, jó 3 órás értire. Júj, de szeretném. Látás annyira hiányzik, igen. Ugye? Ugye? Egy jó értekezve. Hát az. Gábor, köszi, vigyázz magadra, jó munkát. Rendben, köszönöm, sziasztok. Hello, ciao. Az előbbi játékosnak egy kis vigasztalás, mert elfelejtettem mondani, hogy szuper ajándékaink vannak minden egyes játékra. A hármasugrásra, a dalfelismerő bácsira, meg a fekete-fehérre, és a 3 játékos között 10 órakor egy ilyen pöpesz nyomtatót sorsolunk még. Bizonyám. Hogy elveszítette szegényi saját csapdájába futott, legyen egy ilyen vigasztaló dolog. Tehát a 3 adásba került játékos közül? Így van. Tehát aki játszott fekete-fehéret, óvent, meg hármasugrást. Így van. Az 10 előtt. 10 előtt választunk egyet, és a reklámblogban jó vissza. És a blogban hívott vissza. Így van. És ő még nyer egy nyomtatót. Ő még egy olyan nyomtatót, hogy wifi-s, érintőképernyős, félpatronos, az azt jelenti, hogy kevesebbet teszik, meg igen. Például tök jó telefonról lehet nyomtatni. Az óriási. Forrót elcsített, össze wifi-zet. Az óriási. Úgyhogy egy ilyet fogunk adni. És kinyomtatja még akár a fotót. Igen. Nem áll, tényleg. Kis kapcsolattal. Óriási. Tehát nem kell bemásolnod a gépre, és a gépről aztán a nyomtatóra, hanem van a kis telefonod, kiválasztod. Nyomtatás, jó napot kívánok. És wifi-ről kinyomtat. Wifi-ről. Hihetetlen. Wifi vagy Bluetooth? Wifi. De wifi nem lehet. Hát ja, wifi nem tudhat. Bluetooth. Persze. Mert a wifi-t ahhoz tudnia kéne az internetet a nyomtatónak, azért azon nagyon meglepődnék, ha lenne egy olyan internetet, ami tud wifi-zni. Igen, hülye vagyok. Vagy, nem, ugye Bluetooth, gondolom én. Bluetooth. Tehát Bluetooth-szal összehangot ő megtalál, mint eszköz kapcsolódik. Egymást. Így van, kapcsolódik. És kinyomtatod. És akkor van egy ilyen program hozzá, és oda átküldöd, és már nyomtatja is. Azért érzitek, hogy tűnnek el a kábelek, így mindenből tulajdonképpen. Utána már csak az lesz majd, mit tudom én, hogy egy jelszót adsz meg neki, nem is kell, hogy ott legyen a nyomtató, internetre a nyomtató fölkapcsolódik, te bárhonnan ki tudod nyomtatni annak, aki otthon van, nem? Külön fotópapír lesz benne, külön normál papír lesz benne, tehát hogy ezek nagyon-nagyon nagy dolgok. Van. Mondjuk nekem ugyanilyen hihetetlenül precíz nyomtatón van otthon, és hát megmondom, hogy szerintem tökéletesen elégedett vagyok vele eddig is. Mondjuk
hozzáteszem, csak gyári festéket használok, amihez egyébként hát, hozzá jó, lehet jutni a hármasával löccsém, jobb is, nem kell ennyit szervizelni, és egyébként a nyomtatásnak a minőség is sokkal, de sokkal jobb. Én egyszer vettem 10 évvel ezelőtt egy ilyen újra töltöttet, és az 5. lap után így láttad, hogy ilyen szürke csík van, azaz. Majd a nyomtatót kellett javítani, mert valami ilyen izéhengert oda, nem tudom, én nem értek ehhez ennyire. Jó, én persze. Utálom a nyomtatókat, tehát hogy az van, illetve ha ez ilyen, akkor ezt már nem, de hogy így görcsbe áll a gyomrom bármikor, amikor meghalom, hogy nyomtatni kell. Mindig a Julit kérem meg, nem akarok nyomtatni, nem akarok nyomtató közelébe menni, mindig megáll, beszorul a papír, tehát szerintem az emberek 80%-án, akkor meghalt, hogy nyomtató, akkor ugye hidegráz, nem? Ja, hogy nem fog menni. Vagy nem fog menni, patront kell benne cserélni, nincs papír, nem tudod kinyomtatni, tehát egy ilyen régi, valami elavult dolog jut eszedbe. De az például, hogy te csinálsz egy fotót, vagy megírsz egy levelet telefonon, és wifi-ről kinyomtatod, már Bluetooth-ról, az zseni. Az zseni. Az. Na ezt adjuk akkor oda valakinek majd, jó? Ferit akkor tessék figyelni a reklámblogban. Akartam valamiről beszélni, új feladatot kapnak a kéményseprők, csak egy fél mondat erejéig. Igen? Hát ha van valami, amivel egyetértek, az ez. Ugyanis hát nekem vannak kéményseprős tapasztalataim, és azért erről mindig előszeretettel beszélek, hogy egy világ omlott össze bennem. Kormoltál már. Én is nagyon szeretek kormolni, kettő imádom a nálam kormolnak. Mindig nagyon boldog vagyok. De hogy a belügyminiszter új rendeletére arra kötelezi a kéményseprőket, hogy az éves kéményvizsgálatok során az érzékelők működését is ellenőrizik. Hát gyerekek, én ezt most meg fogom nézni. Hozzám 3 havonta jön valaki, aki bekopog, benyom valami műszert a kéménybe, de szerintem ő nem kéményseprő, csak annak álcázza magát. Ő egy rajongó, aki mindig értem, kéményt ellenőrizi. Uram, jöjjön be, lemegy, kicsit nézelődik körbe, valamit bedug, köze nincs. Ő látja, hogy ez nálatok bejön. Igen. Azt mondja, hogy kéményseprő, és már benn is van. Mindig legombol rólam úgy 5000-et, hogy semmit nem csinál, de most a kéményseprőknek állítólag ellenőrizni kell a szénmonoxid jelzőt is. Ez jó, tényleg jó. Nagyon jó. De ez mit jelent, hogy megkérdezi, hogy van-e a lakásban, és ha van, akkor ő megkeresi, és ott előttem leellenőrzi? Vagy tüzetgyújt, vagy hogy? Vagy csak a csekkológombot megnyomja, és azáltal ellenőrzi. Ezeken van ilyen csekkológom. Megnyomod hosszan, ha sípol, akkor működik, ha nem sípol, akkor nem működik. Hogy ő majd fölkutatja a lakásban a szénmonoxid jelzőt, és ő leellenőrzi nekem? Ha megnézi, hogy jó magasságba raktad-e, jó helyen van-e, ugye a helyiségben, tehát hogy a gázkazán mellett van, vagy nem tudom, hálószoba, vagy kihova teszi ezt a dolgot, és akkor valószínűleg igen, ez lesz. Meg a jó minőségi készülékeken egyébként van egy tesztüzemmód, és valószínűleg ezt ő lefutatja. Ezt egyébként otthon bárki megteheti, mert a leírásban ez ott van, és érdemes időre időre csekkolni. Jó, a magyar ember nem olvas leírást. Adjad, anya, tudom én! Na, hova rakjuk ide az ágy alá, de Balázs, mikor olvastál el utoljára egy használati utasítást, bármivel kapcsolatosan? Soha semmivel kapcsolatban nem olvasok el használati utasítást. Ő a magyar férfi, és én. De mivel kellett volna? Hogy... Hát, hogy ugye mondta Jani, hogy ezt egyébként te otthon meg tudod csinálni, ezt a lefuttatást, mert a használati utasításban benne van. Ez a jelzőkészülékre. Igen. Erre mondtam én, hogy mutass egy embert magadon kívül, Jani, aki elolvassa a használatot. Utoljára Balázs egy olyan használt utasítást olvasott el, aminek úgy kezdett a szöveg, hogy foggal ne tépje fel. Igen. Csak bocsánat, még egy fél másodpercre visszatérve, lehet, hogy igazatok, ha mégis csak wifi ez a nyomtató, gyerekek. Wifi? Most itt nagyon sokan írják. Egyébként nem mindegy, de igazatok nem van. Mindegy. Wifi. Tudja a wifi-t? Akkor viszont tényleg nagyon lemaradva. De látod, hogy milyen tekintélytisztelet van bennünk? Rögtön lebeszéltél minket róla. Hát azonnal elhittétek. 20 évig dolgoztak ezen a fejlesztésen, de te lebeszéltél minket róla. Hogy már hangolódik a routerrel, és akkor wifi-n keresztül nyomtat. Na, jó van. Annyira. Hát összes gépéről marcak nélkül megy. Ezen változtatás, annyira csicskák vagyunk. Hihetetlen, hogy mindegy benyaltok. Döbbenet, hogy mennyire buák vagytok. Azt mondom, nem wifi. Akkor nem wifi. És akkor azonnal rábólintatok, hogy jó, akkor Bluetooth. Hát tartsatok ki emellett, amit mondtok. Egyébként minden, a lényeg, hogy lesz valakinek egy nyomtatója. A wifi. Tényleg, technikailag fejlődnöm kell, de én ezt nagyon szívesen vállalom. Szóval, a lényeg, hogy... Bejön majd a kéményseprő, és azért az 5000 forintért akkor ellenőrzi a szénmonoxid jelzőt. Ez legalább csináljon még meg egy-két dolgot. Ez jó egyébként. És innentől kezdve az ő felelőssége is? Na hát ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát én másnap megmurdálok, akkor én megkeresetem a kéményseprőt. Nem, mert akkor már nem, de átolhatnak még. Tehát akkor valaki megkeresheti? Engem átolnak, igen. Ugye? Tehát akkor az ő felelőssége lesz? És kitöltetek vele egy papírt, hogy ő ellenőrizte. Ugye? Igen. Vagy akkor tehát akkor mint egy hónap múlva, vagy ne adj Isten, egy hét múlva valami történik abban a családban, akkor mi van? Meddig tart a garancia? Amíg nem jelez az elem, tehát ő visszajelez neked. Amit ő ellenőrzött.
Tehát bejön kedden a Kémi Seprő bácsi, megnézi a jelzőt, azt mondja, hogy uram, tökéletesen működik, viszontlátásra, pénteken meghalunk. Hogy te, nagyon, Isten, hogy ugye, hogy milyen rossz, de tegyük föl, kedden ellenőrzött, pénteken meghalunk, meghalok csak én, a családomat nem akarom magammal rántani, akkor mit mondasz? Vagy ő mit mond? A anyujék perre mennek, ugye apu halála miatt, erre mondja a Kémi Seprő, hogy kérem szépen, én kedden megnéztem, jó volt. Megbuherálták. Igen. De érdekes a felvetés, hogy kinek a felelőssége. Őszintén kérdezem, mennyi időnként jön hozzátok Kémi Seprő? És mondjátok meg neki. Évente. Reális az, hogy három havonta valaki nem. Hozzám becsönget, hogy jött ellenőrizni, aki nem, ebben, nem. Ebben semmi túlzás. Ez megkülönböztetett figyelem. Nyáron jött legutoljára. Akkor hozott magával egy embert, álltak ott ketten nézelődtek, feltérképezik a házat. Igen, ő az, aki majd pakolni fog. Létezik, hogy valaki a sarkon kiteszi a haverját egy kocsiból, felvesz egy ilyen kéményseprű ruhát, de nem volt feketében, meg nem volt kormos az óra, becsönget, terepszemlézik, majd utána elmegy, és aláírat velem valami fecnit, és elkér 5000 forintot. Mindig ugyanaz az ember jön? Mindig tök más ember jön. Aha. És mindig nagyon alázatosan beengedem. Mindig megvárom, amíg bedug valami műszert, mindig azt mondja, hogy nagyon jó, zárt üzelésű ez a kazán, tehát nagyon nem is lehet vele baj. És utána elmegy. És három havonta ellenőrzik ez a kéményemet. Ez valami búcsújárás nálatok. Szerintem is erre utazási irodalom. Vagyok. Engem simán beengedett, sőt, még adott 5 rugót is. Szerintem te is próbált ki. És mindig pénzt kell fizetnem. Ingyen jön a kéményseprő, vagy fizetős? Az egy fizetős szolgáltatás. Gondolom, hogy teked lel, miért jönne ingyen? Nem, hát azt nem fizeti az önkormányzat. Én nem fizetek érte egy fillért se. Ingyen ellenőrzik a kéményedet? Hát, figyelj, engem hozzám valaki három havonta bejár kamura kéményt ellenőrizni. 5000 volt a múltkor, 4-8, valami ilyesmit fizettem. És akkor oké, ezt a számlánszána, adott valami cetli, de el se olvastam, és elment. És aztán három hónapban megijött. Most utoljára mondom, ketten voltak, és valamikor nyáron jött. A másik revizora leolvasó volt? Nem voltál egy hosszú kamposból? Nem. És még a Viki is kérdezte, hogy megint jönnek kémény tervezve. A Viki nem tudom, hát biztos. Hát fél nagy a ház, sok a kémény. Hány kéményünk van egyáltalán? Egy darab kéményünk van. Hozzád? Ja, nektek nem kell. Igen, nálunk nincs kémény. Nálatok nincs kémény. Sajnos. De akkor ti hogy? Hát az istálóban az állattrágya fű. Igen, tényleg. Hát ez, igen, az a száraz lótrágya. Teljesen, lehet, hogy valaki az önkormányzatnál bejön, vagy ott járnak az önkormányzati dolgozók ott szépen háztűznézőben, vagy hogy van ez? Szerintem az önkormányzatnak ez semmi köze. Nem, ez egy utazási irod, aki túrákat szervez hozzátok. Igen. Simán lehet, hogy ő egyébként kiadja. És 10000-et kell befizetni, és azt mondják, hogy 5000-et a látogatásnál visszak a Balástól. Igen, én egyébként tényleg. Higgyék el, a Balázs nagyon kedves, mikor távoznak, még pénzt is fogadni. Kérjen tőlük pénzt. Igen. Hát, ha bejön. Általában beszokod. Családi látogatás Balázs, na jöjjenek el, nézzék meg, 5000 forinttal gazdagabbak lesznek, higgyék el. Balázs fizet a látogatásért, és én mindig fizetek 4800-at. Na mindegy. Jó, szóval a kéményseprőknek plusz munkája lesz, hogy ők ezért kapnak-e plusz pénzt, azt nem tudom, de a felelősségük nagy, le kell ellenőrizni a szénmonoxid jelzőt. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy ez a felelősség, ez korábban is megvolt már nekik, hiszen mondjuk az, hogy szakszerűen van-e kibélelve egy kémény, azt neki korábban is le kellett ellenőrizniük. És hogyha esetleg fusi volt, akkor arra fel kellett hívni a figyelmet. Már mit kellett? Hát a kémény magát. A kémény magát, de ott van egy szakszerű bélelés, akkor, hogyha mondjuk egy gázüzemű gázkazánod van, oda ugye a hagyományos, egyszerű, hétköznapi vegyes tüzelés egyébként megfelelő kémény, nem jó, azt külön ki kell bélelni. Azt nekik és azt van, amikor szakszerű, van, amikor meg akkor megoldották okosba. Mert hogy egyébként ezeket a csöveket én is otthon össze tudom rakni, ebben nincs semmi. Azért ne próbálkozz. Igen, tehát hogy azért nem mindegy. Meg azért van nagyon sok esetben olyan is, hogy ugye illegálisan felszerelt gázmelegítőt kötnek bele a kéménybe szakszerűtlenül. Na most, amikor bemegy a kéményseprő, akkor neki ezért szólnia kell. Aha. Igen, azt jeleznie kell. Ezt neki jeleznie kell. Jó, de amire én ezt a témát egyébként ki akarom futtatni, az, hogy ők most ezért több pénzt kapnak, vagy nem tudom, de a nyakukba raktok egy plusz munkát. Hogy végezzünk egy olyan kutatást, ahol a Magyarországon dolgozó és minket hallgató emberek leírják, hogy egyébként a fizetésükön kívül, illetve pontosabban a munkájukon kívül, amiért kapnak ugye fizetést, mi mindent pakol még rá a főnök úgy, hogy egyébként azért nem ad plusz juttatást. Tehát arra lennék kíváncsi, hogy hány olyan ember dolgozik, aki plusz terheket kell azért vállalni, vagy kell azért vállalnia, hogy ne rúgják ki, és megcsináltatnak vele plusz dolgokat. Ebben benne van az is, hogy Sanyika, most már le a kocsimba. Szerintem ebben minden benne van. Tehát az, amiért elvileg neked
nem is jár plusz pénz, de nem is kellene megcsinálni. Uh-huh. Vagy ha megcsináltatják veled, akkor viszont valamennyit kéne, hogy fizessenek. Szerintem a munkahelyek 70%-a erről van szól. Ilyen. Nem? Uh-huh. Hogy csinálj még meg pluszban dolgokat, és gondold azt, hogy örülj, hogy te ezt még megcsináltod. Vagy ha nem csinálod, meg jön helyette más, aki szívesen megcsinálja. Nem? Itt ilyen országban élünk. Én dolgoztam egyszer egy olyan munkahelyen, ahol például azt mondták, hogy a gyakornoknak nem kell fizetni, érezze megtisztelve magát, hogy ott dolgozhat. És így ültem, és így, tényleg? De mit kellett csinálni, vagy mi volt? Hát nem nekem, a gyakornoknak. Tehát, hogy azt mondták, hát hogy... Az gyakornokság, az más. Igen, de várjál, a gyakornoki... hívták egyébként, de elviekben ugyanazt a munkát végeztem, mint bármilyen adminisztrátor, meg bármilyen, mit tudom én, postázó vagy ügyintéző, érted? Tehát, hogy gyakorlatilag munkát végzett. Én ezt soha nem tudok egyébként mit kezdeni. Tehát ez nem olyan volt, hogy mondjuk egy médiaiskolából oda küldtek valakit, és akkor alá kellett a végén írni, hogy igen, itt 2 hónapot eltöltött, stb. Nem. Hanem odajött és intézett. Gyakorlatilag egy segédszerkesztői munkát végzett. És akkor azt mondta a főnök, hogy hát, hogy ő érezze magát megtisztelve, aha, hogy egy ilyen csatornán dolgozhat, és hogy ezért ne kérjen pénzt. Mi van? De utána őt fölvették? Vagy azt gyakornokként dolgoztatták, majd elküldték? Hát, hogy akkor, hát most ezt már nem tudom megmondani neked őszintén, hogy lett-e belőle így úgymond véglegesítés, de hogy már eleve így indul. Szerintem az valahol, tehát hogy kell adni minden egyes munkáért, kell fizetést adni. Nagyon sokan kihasználják ezt, ugye például mit tudom én, különböző munkaköröknél is már ugye nálunk is így szoba került, és beszélgetünk róla, hogy ezt a 3 hónapos ilyen próbaidőt arra használják ki, hogy addig dolgoztatják aztán őket minimál bérért, vagy még annál is kevesebbért, mert hogy egyébként ez a 3 hónapra szól csak, igen, utána hát pedig csász jöhet helyette valaki más. Sokan csinálják, persze. Szóval sokan a klasszik csinálják. Gyakornoki meló az nem fizetős. De tényleg. Hát ott azt hiszem, hogy ott rosszul fogalmaztam. Ja, mert nem klasszikus gyakorlatilag. Gyakorlatilag egy egyetemista vagy, mondjuk bejársz nem, ide, az, nem, már, igen, nem, az más nem, dolog. Nem kell aláírni neki egy papírt, hogy itt és itt töltött el a gyakorlati idejét ennél és ennél a média vállalkozásra. De ez igazod, hogy ezt nagyon sokan csinálják. Ezt. 3 hónap próbaidő gyakorlatilag lemer, hát sajnos nem tudja, ezt köszi szépen, aha, és ahogy te kimész az ajtón, már jön be a másik. Gyorsan elmondják neki, kávét ott tudsz főzni a főnöknek, a papírért odamész, jó, a nyomtatóba. És, na, és itt van ez a 300 darab ajánlott levél. Ma ezt kéne feladni, mire visszajössz, lesz még egyszer ennyi. És tértelevényes az jó, összes. Jó, és édesanyádnak meg majd szóljál, mert nagyon sokat fog csuklani az elkövetkezendő hetekben. Na de biztos rengeteg, tényleg ilyen ember van, nem? Akivel plusz dolgokat csináltatnak meg azért, hogy vagy másnak ne kelljen, vagy azon spórolnak, hogy 3 mondjuk megcsinál. Hogy egy megcsinálja 3 munkáját. Nem? Akár a főnök autójának a lemosása is, de hogy konkrét munkára gondolok. Hát most a kéményseprők vajon mennyire örülnek, hogy ők most ott még, mit tudom, a szénmonoxid jelzőket is ellenőrizhetik, nyomkodhatják, kérdezhetik, hogy van-e, nem kérdezik kitölteni a papírt, adminisztrálni a dolgot, mert ugye ezt adminisztrálni kell. Tehát ez nem úgy van, igen, működik, jó, megnézi az elemet, oké, ennek valami nyoma kell, hogy legyen, hogy ő azt leellenőrizte. Uh-huh. Egyébként nem egy rossz dolog, nem? Hát végre legalább valaki leellenőrzi. Tehát ezzel semmi baj nincs szerintem. És ahol hogy nincs, nekik ezt kell ellenőrizni. Ahol nincs, ott szól, hogy vegyél. Ott felhívja a figyelmet arra, hogy jó lenne talán egyet beszerezni. Nyilván, ahol szükség van rá, tehát egy zárt égés, vagy belső tüzelés, vagy mit tudom én, ott kevésbé veszélyes, ha olyan a kazánod. De gondolom, hogy neki szólnia kell. Na, de mit kell csinálni azoknak, akik szakszervizekben dolgoznak, akik építkezésen dolgoznak, akik nem tudom, irodai munkát csinálnak, hát ott is rengeteg minden van. Nem? A szakszervizes dolog, hogy 2 példát, hogy említed, az úgy viszonylag korrekt, hogy beáll az autó, megnézed, kicseréled, viszlát, maximum még összetakarítatnak veled a végén. Az építkezés az a nagyon nehéz dolog, mert ott ugye van egy műszakvezető, vagy egy főnök, aki gyakorlatilag azt oszt rád, amit nem szégyel. Ugye? Tehát most betonozzál, na, akkor még a zsalut üsd be a helyére, jó, menjél le sörért. Hordd el a sittet, tehát hogy... Ragd meg a betonkeverőt is, ugye nincs semmi dolgod, söpröges. Igen, akkor legyen. Egyébként tényleg. Semmi, mi az egy söpröges? Söpröges, az már a végső stádium, amikor tényleg elfogyott már minden, de ő neki egyszerűen csípi a szemét azt, hogy te nem csinálsz semmit. Adott esetben pihensz, mert egyébként tényleg nincs mit csinálni. Jó, akkor hol a seprű, söpröges? Tudod, balról jobbra, jobbról balra, balról jobbra, jobbról balra. Mosd el a vakonó kamera. Nekem is van tiszta, olyan kedves kollégám, aki gyakorlatilag egyszerűen nem tudja elnézni a másiknak azt, hogy éppen akkor annak nincsen dolga. Akkor majd csinálod. Hát egy munkahelyen legyen dolga, nem? Ja, hát így van.
De így hát van. A 10 percig nincs, az még azért nem akkora baj. De van, aki munkaféltékeny. Nem? Igen. Valaki hazamenés féltékeny, tehát van, aki van a főnök, azt is utálhatja, hogy ha neki még bent kell lenni, akkor az összes alkalmazott maradjon, mert nehogy már valaki előbb elmenjen, pedig de, nincs munkája, de ez más, de, más, más téma lenne. Igen. De van ilyen is egyébként. Igen. Itt van Reni velünk. Hello Reni, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! Szia. Na, te mit csinálsz a munkád mellett, vagy mit csináltatnak még veled azért, mert költséghatékony? Hát ez már nem most van, én már ott hagytam őket, na. És ennek az volt az oka, hogy felvettek engem egy értékesítéssel foglalkozó cégnél, hitelügyintézőnek. És én ezt, ugye, ez egy induló szalon volt, és a hitelügyintézőnek eleinte nem volt olyan sok munkája, és hát ahogy szorult a hurok, mert nem volt bevétel, azt mondták, hogy akkor elköszönnének ők a recepcióstól, mert nekem úgyis van időm hitelügyintézőként, és akkor csináljam a recepciót. És onnantól kezdve a recepción csináltam a recepciós munkákat, meg ha volt egy-két ilyen hitelügyintézés, akkor azt is. És akkor úgy gondolták, hogy ha egyébként ilyen tök sok időm van, akkor miért ne csinálhatnám én a biztosításokat is. És akkor csináltam. Na erre gondoltam, pont erre gondoltam, igen. Ültem a recepción, csináltam a recepciót, a hitelügyintézést, meg a biztosítást, és aztán ott mondtam azt, hogy nekem ettől egy kicsit ledobta az égszíj az agyam, hogy én nem szeretnék velük dolgozni, amikor azt mondták, hogy tulajdonképpen én nekem annyi időm van, hogy a takarítón öregszik. Óriási. Nagyon nagy. Hogy akkor még takarítsál is egy kicsit? Igen, igen, de ezt nem csak velem csinálták, hanem a kollégákkal is, tehát a pénzügyesre rátették a marketing dolgokat. De várj, hogy? Tehát, hogy napközben maradjon, csinál a hitelügyintézést, a recepciót, és délután még maradjon egy kicsit takarítani, vagy napközben, igen, amikor igen, van időt, kicsit mossál fel? Nem, hanem reggel, menjek később annyi van, mert reggelente biztosan nincsen hitelügyintézés, és akkor a recepciót kibírják addig a srácok, az értékesítő srácok hitelügyintézés meg recepció nélkül. És akkor délután meg viszont annyival később maradok, és kaszakarítsak ki. Ah, és ez volt az utolsó, amikor mondtad, hogy na jó, köszönöd, akkor hát elég volt. Én azt mondtam, hogy köszönöm, én nem erre jöttem ide. Uh-huh. Igen, igen. Tehát ide kiválkozik ugye a klasszikus vicc, hogy akarsz a kaptok, mert egy viharlámpát is, hogy ilyen is tudjak dolgozni. Igen. De hogy azért a főnök mennyire pofátlan, nem? Tehát, hogy oké, hogy azt mondod, hogy recepciózzál, intézd a hitelügyintézés, stb. De hogy ez mégis valamennyire azért, nem azt mondom, hogy hasonló, de hogy mégis azért fölvenni két telefont pluszban, még nem akarod róla. De amikor már oda kimegy, hogy figyelj, ha már itt vagy és telefon, ez tök jól, telefonálsz, takaríts már ki, érted? Ott mi a párhuzam? Nem? Tehát azt miben... Meg hát azért az embernek egy pici csípje a szemét az, hát, hogy ezeknek az embereknek a bérétől megszabadul, de nekem nem mondta azt, hogy figyelj, mit tudom én, 2%-kal több fizetést fogsz kapni ezért. Hát ez mind-mind a spórolás, költséghatékonyság, persze. El is jöttél, ugye? Igen, igen, igen. Hát akkor, amikor mondták, hogy takarítsak, akkor mondtam, hogy azt már nem. Azt már nem Leonsz, jó úr. Igen. És most mit csinálsz, Reni? Mivel foglalkozol? Én most már egészen más szakmában dolgozom. Biztonsággal foglalkozom, és azóta tovább tanultam. Nem kell takarítanod most? Nem. Oké, köszi, hogy elmondtad, jó munkát neked. Köszönöm, hogy megtekint. Ciao. Na, pont erre gondoltam, hogy amikor még a 650. neked nem való, egyébként nem a szakmádba váló vágó feladatot rakják a nyakadba, hogy kivel mit csináltatnak. Jó, várjuk az SMS-eket, 7:30, pontosan 1 perccel, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 7:45 lesz pontosan, 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk, arról beszélgetünk, hogy új feladatot kapnak a kéményseprők. Évente kell ellenőrizni a szénmonoxid érzékelőket majd. De úgy, hogy te szólsz, hogy nálad valószínű kéne ellenőrizni, mert még senki nem tudja, hogy mit kell ellenőrizni. Elolvastam pontosan, itt még azért baromi nagy a káosz. Tehát ha te észreveszed, hogy neked olyan a kazánod, hogy nem tudom, nem zárt, hanem nyitott, vagy mit tudom én, vegyes, akkor neked jelezned kell, hogy elnézést kérek, én itt megfulladhatok, tehát valaki jöjjön ki és szereljen be valamit, vagy ellenőrizze, vagy nézze meg, hogy kell ellenőrizni. Ja, tehát neked kell szólnod. Neked kell szólnod egyelőre most. Érdekes a dolog, és arról beszéltünk, hogy kinek milyen plusz munkát kell elvégezni alapból. Tehát kire még mit tesznek rá a munkahelyén, hogy még kicsit ezt csinálja meg, hogy még kicsit azt csinálja meg, ezt vagy azt csinálja folyamatosan, úgyhogy azért semmiféle plusz juttatást nem kap. Itt van Luca velünk. Hello Luca, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Na, hát ugye még a hírek előtt Reni elmondta, hogy hitelügyintéző volt, aztán recepciós is volt, aztán már takarítania is kellett volna, tehát a dolog érdekes. Veled mit csináltatnak pluszban? Hát én egy könyvelőirodában dolgoztam, és ott egyik nap, amikor már úgy kevesebb munka volt, mondta a főnököm, hogy akkor kicsit tornáztassuk meg magunkat, és menjünk ki pitypangot szedni. Jaj, te jó! Micsoda? Pitypangot? Igen, én csak a fejét kellett leszedni, a virágot, de nem is volt mindegy, hogy melyiket. Tehát, hogy nem kellett teljesen kinyílt pitypangot szedni.
És de mire, mire kellett neki ez a kis kutyatej? Hát én nem tudom, elég érdekesek voltak. De várjál, és akkor ez hogy történt, hogy fölálltatok, nyújtózkodtatok egyet, és négyen-öten kimentetek pittypangot szedni, és azt nézd, ott egy pittypang. Kosarunkat, és akkor azt kellett szedni pittypangvirággal. De jaj, arra Jézus, jó. Várjál, de beteg. Csapatépítő. Hogy az velünk is vezényes, hogy hát ezt, meg azt, meg ez nem jó, az jó, igen, így. Picit beteg volt, nem? Vagy picit ő azért nem százas. Voltak ilyen érdekes dolgai. És mit csináltatok még? Mit csináltunk még? Hát ez nem volt ennyire durva. De volt, hogy mást kellett szedni? Ebbiót, falevelet, elmentünk barackot szedni, ilyen apróságok. De ez nagyon aranyos. Mondta, hogy ma pedig diót szedünk? Hát igen. És délután föl is törjük őket. Hát azt az jár Isten, nem kellett megcsinálni. De Luca, mit mondott, hogy miért kell nektek könyvelőirodában dolgozók itt egyébként diót szedni, hogy senki nem kérdezte meg, hogy elnézést, ne tessék, de hogy miért? Csak kimentetek, és a világ legtermészetesebb módján diót szedtetek? Hát végül is egyedül voltam nála, tehát egy szem alkalmazott voltam. Ő pasi volt? Nem, egy nő volt. Egy nő volt. És miért jöttél el? Szerinted? Mondj még egy érvet ezen kívül. Diót kellett szedned, meg pittypangot a könyvelőirodá dolgozójaként. Ebből lett eleged egyébként? Nem, végül is így jó volt. Hát úgy alakult az élet, hogy mást hozott. És akkor el tudtam onnan jönni. De valahogy úgy mondod, hogy ez neked annyira nem fura. Tehát, hogy így te ezt kicsit kedvelted. Hát el voltam. Végül is nem volt rossz. Jókat nevettünk. Igen, most legyünk már őszinték, csinálod az ülő munkát, a rohadék számokkal vagy egész nap könyvelőiroda, és azt mondják, hogy tessék, így van, szabad levegő. Nem lenne jó. Hajolgatsz egy kicsit, szeded szedjünk a pingpangot. Szedjünk egy kis diót. Persze, ez a baj? 10 után igen. Bejön a Titus, és azt mondaná, hogy irány a mező, menjünk, szedjünk kutyabengét, vagy farkasalmát, vagy egy kis papsajtot. Ezért ez nagyon jó, próbálj gondolt, mit mondani. Hát, hogy igen, sejtett, hogy mi lenne a válaszom. Egyszer egyébként kipróbáljuk. Köszi, hogy elmondtad. Én is köszönöm, sziasztok. Hello, Luca. Nézzünk egy-két SMS-t. Egy barátom elment dolgozni egy hiperben, biztonsági őrnek. Azt nem mondták, hogy a romlott húsokat is neki kell kipakolni. A próbaidő alatt felmondott. Ő egyébként biztonsági őr volt. Kétszintes irodánk, takarítását bízta rám a főnök, internetes áruház működött ott, ügyintéző voltam, miután közölte, hogy az ablakokat vízkőoldóval súroljam le, eljöttem, írja egy hallgató. Ügyintézőként azért vízkőoldóval súrolsz, az is kemény. Recepciós vagyok, heti kétszer szelektívet vitetnek levelünk Budán a körúton a gyűjtőbe, ingbe és öltönynadrágba. Megadjátok a módját. Igen. USA-ban voltam hotel menedzsment gyakornok, recepciósként kezdtem, aztán pincérkedtem, könyveltem, és amikor gyilkosság történt a hotelben, csupa vér volt a szoba, a fekete takarítónők nem voltak hajlandóak takarítani, akkor a hoteligazgató megkért, hogy takarítsam el a tetthelyt. Jézus. Azt hittem a hullát. De az még szebb. Végül együtt megcsináltuk, azért az korrekt volt. Ez egy nagyon kemény meló. Felvettek üzletvezetőnek egy étteremmel, aztán mosogatnom kellett, mert nem jött a hölgy. Egy hét után megkérdeztem, hogy jönni fog-e a hölgy, vagy esetleg végig ezt kell csinálnom, aztán kirúgtak, írja Dóri. Én a NAV-nál dolgoztam, ahol egyértelműen megvannak határozva a feladatok. Ellenére minden pénteken le kellett mosni és kiporszívózni a céges kocsit, írja Ági. Főnök hülye gyerekerékkel kellett vigyáznom munkaidőben, később megjön a letolás, hogy miért nem végeztem el a munkámat. A Szabit le kellett dolgozni. A fiam lakatos műhelyben dolgozik, 3 hétig a főnök kertjébe jártak szilvát szedni, magozni, és kifőzni a pálinkát. És szilva üveget mosni a pálesznek. Lakatos műhelyben azért ezt a főnök ez eljárkálni, az is kemény. Ilyenkor nem szólhatsz valakinek? Van nincs ilyen munkaügyi bíróság, vagy valami? Hát nézd, szerintem nem szólsz egy ideig, nyilván tűrsz, és félsz, hogy ha elveszed az állásodat, akkor jön másik száz, aki megcsinálja, inkább csinálod. Nálam a pitypank szedés is beleférne. Nagyon jó salátában. Csak hogy meg tudjam tartani. Nem mondná? Esküszöm, teszik. Mi egy kávéautomatás cég vagyunk, a gépek feltöltésén kívül ránk sózták az apró pénzek beváltását, mert ezzel rengeteget spórolnak, mivel ha bankba váltanák, beváltási illetéket kellene fizetni. Ez így van, nekünk kellett. Nem is keveset ráadásul, de hogy? Hogy te kiszeded az automatából a pénzt, kiszedsz 15 ezer forintot 20-asban meg 50-esben, és neked azt papírpénzben kell odaadni a cégbe? Vagy valószínű, hogy igen. Hol váltod egyébként?
Hát gondolom, ha kevesebbet váltasz, akkor, akkor be tudod, nem? Itt ott, benzinkutakon, itt, ahol örülnek nem az aprónak. És én ez ezresenként bevágod, igen. Túlórában a főnöknél vágtunk mangalicát, irodai dolgozók. Nem holnap, nem 8-kor kezdünk, hanem 4-kor pálinkával nála. Így van. Kötelező, kötelező disznóvágás. Reggel is ott. Hagymás máj. Én egy szervizben dolgoztam eredetvizsgálóként, a végén már két autót is be kellett vállalnom polírozásra. Írja egy hallgatónk, azóta eljöttem és biztonsági őrként dolgozom. Na jó, hát ezek az SMS-ek jöttek, azért is sok mindenki csinál sok plusz munkát, csak hogy megmaradjon az állása. Nem? Uh-huh. Nekem a főnök feleségét kellett megcsinálni a munkát kívül. Jó, jó, persze, jó, nyilván. Nyilván, igen. Na jó, megnézzük, hogy ki játszik ma Óven bácsival és Beru nénivel. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Szia. Hello, Laci. Sziasztok. Laci, honnan hívsz minket? Hello. Szia, Földi. Még egy picit lehakítjátok a rádiót, vagy arrébb? Már le van. Jó. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj. Na látod? Nyomtatnak. Wifi-vel, Bluetooth-szal, bár nem tudom, Wifi-vel. De hogy nyomtatnak. Mutatjuk, mit énekel, figyelj. Laci, megvan az ajándékcsomag. Jó. Nagyon szépen, köszönjük. És figyeljél, mert a három játékosunk közül még sorsolunk 10-kor egy nyomtatót is, egy vadonatúj, nagyon klassz, nagyon okos nyomtatót, jó? Hú, nagyon örülnék neki. Na figyelj akkor, 10-kor lehet, hogy hív a Feri. Oké, köszönöm, sziasztok, rádi szépen volt. Szia, büszke vagyok rád. Jó, én is rád, hogy jó srác vagy. Ciao, hello, hello. Kicsit gondolkodott, hogy mit tudnék odailleszteni. Én viszont rád nem. Ja, jó. 7 perc, szóval pontosan 8 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 8 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kopháza és Nagycent között teljes utcára 84-es főúton egy sityú küldte nekünk. M5-es bevezetőn minden felüljáron áll egy rendőr, de minek kérdezi? Valaki emiatt lépésbe lehet csak haladni a befelé vezető oldalon. Nagycent és Kopháza között valószínűleg baleset, állok a kocsisorban és már a második mentőment emellettünk. Igen, ezt olvastam. Az előbb is M7-es tárnokig áll, mint a cöveg, és két teherautó puszilta meg egymást az érti pihenőhely után, az emelkedő tetején, két sávot elfoglalva, lezárva. Utána már siklunk Budapest felé, mint forró kés a vajban. Oh. Mögöttünk azonban 2 kilométer hosszan csak dugulnak. Szexista reggelt mindenkinek. Lipai Tomi küldi. Tegnap megvoltam Mester 3-ason, képzeljétek el, az új M0-es szakaszsal kapcsolatban, hazafelé menet, megint sikerült rákeverednünk az M5-ös felé, ahelyett, hogy Lőrincnek mentünk volna. Kicsit balra tartva, ehelyett elmentünk szépen az M5-ösre jobbra. De nem, mert jobbra, ahhoz, hogy balra tarts, ahhoz előbb jobbra kell tartani. Igen, azért mondta én, hogy ők balra tartva mentek el az M5-ösre. Ja, és akkor ti elmentek. Kérdez. Ja, jó, király vagy. Kérdez nyugodtan. Jó, hogy elmondtad, mert érted, hogy ilyen halok meg. Megvan a Mester 3-oson. Okay. És szerintem még bővülni fog egyébként. Én rendes volt, megint a taxis kikapcsolta az órát, mondta, hogy bocsi. De tök jó arc volt. De egyébként mondtam, hogy én elkapcsoltam, nem én fizetek. Igen. Szegednél visszajövünk. Egyes út 5-tevénnél van egy trafink is. Ez mondtad már, Balázs? Nem, még nem mondtad. Jó, akkor ügyes vagy, hogy elmondtad. Na, tehát akkor megvan az oka, hogy miért araszol az M7-es. Jó, ha valaki az érdi emelkedő előtt van, az tartson ki, hatalmas a dugó, már kint vannak a tűzoltók is, az érdi emelkedő után azonban már jól lehet haladni. Most valaki azt írja, hogy teljes útzár van. Igaz ez, hogy teljes útzár van? Hogy nem mondjunk hülyeséget? Nem a tudjuk. 84-es? Nem, az M7-es sem mondom, mert valaki azt írja, hogy lehet haladni csak lassan a baleset miatt, valaki viszont azt mondja, hogy vége, kész, az M7-esen Budapest felé teljes útzár van. Ha megkapjuk az egészen pontos helyrégőzítást, akkor mondom azonnal. Jó? M1 Komáromi lehajtó előtt szemben a forgalommal Tata felé a belső sávban fehér kisbusz jön. Te jó Isten!
komáromi lehajtó előtt szemben a forgalmat Tata felé. Ezt nem fogom megérteni. Ez az autópályára felkeveredés, ez ellen valamit ki kell találni. Tehát ha most már ennyi ember benézi, akkor lehet, hogy valami nincs jól kitáblázva, vagy nem teljesen egyértelmű. Mert végig, ha rossz irányba hajtasz fel egy autópályára, akkor behajtani tilos táblák vannak veled szemben. Így van, nem? És plusz szembe jön mindenki. Plusz ugye, ahogy beszéltük, a korlát rossz oldalon van. Ha szembe mész. Mert ha hivatosan rendesen mész az autópályán, bal oldalon van az elválasztó korlát. Ha te átmész a másik oldalra ugyanabban az irányban, akkor jobb oldalon lesz a korlát. Tehát már az is, plusz igen, a szembe jövők mondjuk engem zavarnának. Ugye? Nyomasztó egy idő után. Nem, nagyon mindenképpen. Kerülgetni, hát igen, az igen, csak elvisz. De technikás, te technikás. Nézd ennyi hülyét, kilátod már ennyi hülyét. De hogy, szóval igen, tehát ott behajtani tilos táblák vannak végig, így van, nem? Így van. Hogy mész föl? Hogy mennek föl ennyien? Hát most már két naponta kapunk ilyen SMS-t. Vagy azt gondolja? Vagy nincs minden jól, tehát lehet, hogy Tatabánya vagy Tatakörnyéke nincs jól kitáblázva? Tehát mindenhol ott vannak a behajtani tilos táblák. Ott. Szerintem jól van megcsinálva. Vagy az van, hogy ha már fölment, ugye észreveszi ő, csak azt gondolja, hogy ezt a 15 kilométert átviszem, és majd ott lejövök, amerre menni akarok. Tehát ahelyett, hogy visszafordul. Ha már itt vagyok, nem olyan. Most már csapas neki? És egyre kevesebb, és még kevesebb. Így van, és már csak egy kicsi kell, és ott vagyok. És már megyek autópályára, és általában eszembe jut, hogy ebben a kanyarban mit csinálnék, ha szembe jönne valaki. Tehát például van az M3-asnak egy olyan nagy balkanyarja, még az elején, ahol egyébként százas tábla van, és mindig beállnak fotózni, és ez egy elég csúnya balkanyar. Jaj. Ha ott valaki felkeveredik szembe, akkor ott semmiféle esélyed nincs arra, nem? Ugyanaz az M1-es Tatabányánál. Ugyanez, igen. Vannak a nagy kanyarok. Igen. Na, elküldték nekünk, hogy mi helyzet az M7-esen. Nincs teljes út zár, csak a belső sávon lehet haladni. Most jöttem át ott, Dani írja. És igen, hogy utána már jól lehet menni, de még nem zárták le teljesen az M7-est, úgyhogy nyugodtan lehet menni, csak van egy kis dugó. Na, nevetségesé tette a repterek biztonsági rendszerét, és nemzetbiztonsági balhét robbantott ki az Egyesült Államokban az a 9 éves gyermek, akinek sikerült jegy nélkül Minnesotából Las Vegasba repülnie. Mindig ezek a 9 évesek. Mindig ezekkel van a pont. Várjál, nem ez volt az első akciója. Korábban sikerült belógni egy víziparkba, úgyhogy nagyobb családokhoz csatlakozott. Imádom ezt a gyereket. És ellopott egy autót is, amivel az autópályán kapcsolták le. 9 éves a gyerek. Na és jó. Ellopott egy autót, illetve csúszdaparkba ment be, nagyobb családokhoz csatlakozva. Na de azért ezt nézzük végig, hogy tudsz te úgy felszállni egy repülőre, hogy ne vegye ezt észre senki. És ő el is repült. Óriási. Tehát azért, amit nehéz kijátszani, az a repterek biztonsági előírásai, nem? Hogy történik a dolog? Hát csak ha azt számolod, van egy becsekkolás, ahol leadod a bőröndödet, ugye megvan a jegyed előre, vagy ha fapados vagy, akkor kinyomtattad magadnak. Igen, hanem akkor azon még átmész, mert elmész a beszálló kapukig. Tehát elmész, ahol tőled kérnek útlevelet. De ahol útlevelet kérnek a becsekkolás után, ott már ugye kérnek általában beszállókártyát is. Ott van az a belső ellenőrzés, ahol le kell vetköznöd. Ott nem mindig kérnek beszállókártyát. És aztán neked ugye a sorban állásnál, amíg folyosóra szállsz, vagy buszra szállsz, ott is kell. Persze. Tehát valószínű, hogy ő beszökött. A biztonsági kapukon át kell menni, tehát ott azért nem lehet nagyon átcsúszni. Ahol mondjuk magas pult van, ott az alacsony gyerek azért talán át tud csúszni, de ahogy egyébként megbeszáll a repülőgépre, akkor ott szintén megint elkérik a jegyét, és megnézik, és azt mondják, hogy jobbra, balra, hátsó traktus, első traktus, akármi. Igen, ott nem mondhatja azt, hogy apu már benn van a jeggyel, vagy anyu már benn van a jeggyel, meg lehet vezetni egy stewardess-t? Négy hely. Figyeld, hogy a gyerek mit csinált. A gyerek feltűnt az akciója előtt egy nappal korábban szerdán is a reptéren, felvette egy csomagot a futószalagról, beült egy étterembe, evett, majd azt mondta a pincérnek, hogy a mosdóba kell mennie. Ott hagyta a táskát, és többet nem ment vissza. A táska tulaját megtalálták, visszaadták neki, semmit nem loptak el. Na de. Ő csak azért lopta akkor, hogy ott tudja hagyni az étterembe, mert ott ugye nem vagy gyanús egy étterembe, azt mondod, hogy itt hagyom a táskámat, kimegyek a toalettre. De mi az, hogy a gyerek ugye feltűnt egy nappal korábban szerdán is a reptéren, az utazása előtt egy nappal? Na de ahhoz, hogy aha, de várj, felvett egy csomagot a futószalagról. Hát a futószalag az egy benti részen van a reptéren. Tehát ha te vadidegenül besétálsz utcáról a reptérre, akkor ott te nem találkozol futószalaggal, mert igen, a futószalag az mindig a benti részen van. Így van, az érkezési oldal. Tehát az érkezési oldalon. Ugye, tehát ő bement az érkezési oldalra,
beült egy étterembe, evett, majd azt mondta a pincének, hogy el kell mennie, elment. A szülők, akikhez kivitték a gyereket, azt mondták, hogy kiment ugye a házukhoz a rendőrség, és a szülők csak annyit mondtak, hogy hát igen, igen, aznap nem sokat látták a gyereküket. És egyébként zseni a gyerek, mert hova megy, ha nem Vegasba? Ha messze. Nem? Hát hova menne máshova, tehát, persze. Hova megy, ha nem Vegasba? Kicsit bulizni. 9 éves. 9 éves. Ha nem csípik el, akkor a kaszinóba is bejut 9 évesen, ahol ugye 21 éves korhatár van, kint Amerikában, és román nyeri magát blackjacken. Így van. Mindig ezt csinálja, mondta a De Vito házaspár a kis Denire. Természetesen a reptér magyarázkodik, és azt mondják, hogy kevesebben dolgoznak, ugye tudjuk, hogy leállt most az amerikai államigazgatás, közelítenek, röpülnek a csőd felé, és emiatt tudott a gyerek felszállni. Na de, hány centis egy 9 éves gyerek? Hát az de most kérdezem én, ha egy 9 éves gyerek átment az ellenőrzésen, nem vették észre, akkor egy repülőre Amerikában megint ott tartunk, hogy bárki felszáll. Nem arról van szó, centi. Nem arról van szó, hogy besúrant egy macska. Nem arról van szó, hogy aha, bement, nem tudom, valami kis csomag jutott fel. Itt egy élő ember átment 3 checkponton. Ugye? És még általában a repülők bejáratánál is kérnek tőled beszállókártyát. Aha. Ott se tudsz csak úgy bemenni, hanem megnézik a beszállókártyádat, nem mindenhol, és akkor megnézik, hogy hányadik sor elküldenek, hogy ülj le. Tehát a gyerek ezen is átment. És most tényleg az államcsődre hivatkoznak, hogy amiatt nem figyelte? Hát igen, a reptér magyarázkodik, hogy hogy hát igen, leállt az amerikai államigazgatás, és kicsit többen vannak szabadságon, kevesebben vannak a reptereken, és valószínűleg ezért tudott kihagyni a reptér. Videón egyébként megvan a fiú akciója, és ellenőrizték. Föltűnt a stewardesseknek, hogy nem volt rajta a kíséret nélkül utazó kiskorúak listáján. Aha. De ez is csak föntűnt föl a levegőben, mert hogy már a Las Vegas-i rendőrséget értesítették, tehát nem, Minnesota-ban még nem vették észre. Csak amikor a gyerek rendelt 2 viszkit. Akkor mondták, hogy itt valami nem stimmel. Ugye az a baj, hogy oké, már levegőben föltűnik, csak a terrorista is, ha ott tűnik föl, akkor már nagy a baj, nem? Hát ez az. Az ellopott autóval az autópályán kapcsolták le. Az autópályán kapcsolták le. És a repülés előtt lopott? Igen, hát a repülés után már nem tudott autót lopni. A repülés után nem. Hát ehhez képest a csúszdaparkos történet. Jaj, az... hát az szinte már ilyen elhanyagolható, érted? Tehát az annyira kompatibilis vele. Ott azért egy csúszdaparkban, azt gondolom, hogy egy gyerek elboklázgathat. Tehát, hogy oda azért könnyű bejutni, könnyű esetleg egy potyakörre bemenni, vagy ilyesmi. De ezek a felnőtt sztorik, ezek nagyon kemények. Ezek ilyen kapjálhatóc kategória. Tehát, hogy itt egy igazi született szélhámosról van szó. Tényleg. Ez a kisrác, ez a minnesotai regős bendegúz. Ott elakadnék, hogy mondjuk egy moziba be kéne lógnom. Jó, de Feri, te jó, érted, okay, viszonylag jó, magas jó, vagy. Elég jó. Nehezen tudnád eladni magad 9 éves gyereknek. De nem, hogy amúgy például be akarnál lógni egy ilyen plázás moziba. Hát, már a bejáratnál ott áll 2 ilyen. Mert nem ott kell bemenni, erről Balázs tudna mesélni. Ja, van hátsó bejárat? Régen volt, hogy most ez még működik-e, nem tudom. Régen volt. A Bestennek volt egy hátsó bejárata. Hát erről már meséltem. Tűzlépcsőkön kellett átmenni, igen. És a belső mozitérbe találtad magad. Így van. Egy vizsgálata pedig egy kicsit előrébb volt, tehát mögéjük tudták kerülni. Hát de még most is úgy van egyébként, hogyha te bemész egy multimoziba, és te kijössz a film előtt 5 perccel, mielőtt vége van, akkor te be tudsz ülni egy másikba, nem? Hiszen te már a jegykezelésen belül vagy, és ott már 6, 8, 10, 12 terem van. Mert ugye amikor vége a filmnek, akkor téged egy kijáraton kiterelnek. De te kijössz 3 perccel a film előtt. Aha, ahol bementél, ahol bementél, akkor te visszajutsz a központi térbe, ahol még egyébként ugye, hát a 8-10 terembe be tudsz menni. Tehát egyébként szerintem nagyon sok mozizó tölti bent a fél napját, meleg is van, a fél napját. Igaz, hogy egyik filmnek se látod a végét, vagy már a stáblista előtt el kell menned, de hogy simán meg tudod csinálni. Van nehezebb megoldás is, ahhoz kell 20 méter kötél meg egy csákja, azt elmondom majd neked, Feri. Az mit jelent? Már milyen kötél, vagy mi? Hátul bemászhat valami. Mint ti. Én nem tudom, jó, hogy ilyen gyereke van az embernek? Szóval biztos, hogy jó a rakodzátlan gyerek, meg aki nem bír magával, vicces meg energikus. Vicces tévében, meg vicces egy filmen nézni, vicces olvasni. Hát én megőrülnék, hogyha a virág ilyen lenne. Tehát, hogy az borzaszt, tehát egy időzített bomba egy ilyen srác. Tehát nem mered magára hagyni, soha nem tudod. Megszólal a telefon, és ha valaki azt mondja vele, hogy jó napot kívánok. Az iskolából beszélünk. Abban a pillanatban,
Ó, a, jaj, miről van szó? Ebédbefizetés szerdán. Csak ennyi, hála Istennek. Tudod, tehát, hogy így bármikor rátelefonál, ismeretlen szám, érted, bejelentkezik valaki, mentő, rendőrség, tűzoltóság, akármit, te már tudod, hogy ott valami, a gyerek már megint csinált valamit. Borzasztó lehet. Borzasztó. És meg hogy mi van tovább, azon gondolkozol? Igen. Nem most 9 éves, tehát 14 évesen akkor az amerikai központi bank fogja kérni. Igen, most képzeld el, hogy Vegasba repül a gyerek, tehát nem elment, nem tudom, egy washingtoni, nem tudom, múzeum látogatással, tehát elment Vegasba. Kicsit koravén a fiú, nem? Tehát, hogy azt gondolom, hogy 9 évesen azért még nem elmész Vegasba, előtte már ellopsz egy autót. Tehát nézzük a szocializott a gyerek. Először bement egy csúszdaparba. Jaj, de aranyos, csúszott kettőt a kamikázén. Jaj, de aranyos. Ráérzett az ízére, kijött a csúszdaparból, de egy hét múlva elkötött egy autót, felhasított az autópályára, és azt mondta, hogy már valószínűleg az autóval is Vegasba akart eljutni. És mondta, hogy gyenge kezdőknek való, Vegasba kocsival, hülye vagy. Hülyeség. Fölszállt egy repülőre, és elment Vegasba. Legközelebb elkezdődik az Air Force van. Tehát, hogy annyira durva. Egyébként én azt is csinálnám egyébként a hatóságoknak a helyében, amit amúgy nagyon sokan szoktak csinálni, ugye hackereknek feldobnak bizonyos biztonsági rendszereket, kapnak, mit tudom én, 5000 dollár, 10000 dollár, akármennyit, hogy törjék fel a rendszert, hogy mutassák meg a gyenge pontokat. Én a kisráccal egyébként kötnék valamiféle szerződést, szerintem még élvezné is. Mutassa meg egy repülőtéri biztonsági rendszernek a gyenge pontjait, hogy hol lehet belógni. Ez Amerikában amúgy is egyébként egy sarkalatos pont, tehát hogy erre nagyon odafigyelnek, hogy ugye az ikertonyok redülése óta ez egy ilyen óriás parájuk, hogy akkor ott bemegy oda majd valaki, és akkor valami bajt csinál. Ez a kisgyerek viszont megint rá tudott mutatni arra, hogy vannak igenis gyenge pontjai ezeknek az ellenőrzési rendszereknek. Igen, én repültem. Használni kellene. Repültem Amerikában belföldről belföldre, már hogy belföldön belül, de hogy azért az is, és ez még 2011 előtt volt, vagy 2001 előtt, 98-an, amikor kint voltam Amerikában. De hogy azért az is elég szigorú. Ugye ott nincs, mit tudom, útlevél ellenőrzés, aha, meg ilyen, de hát ott is nagyon sok helyen nézik meg a te beszállókártyádat, ugyanúgy becsekkolsz, ugyanúgy csomagokat nézel, tehát hogy maximum egy útlevél ellenőrzés. És mit akarhatod csinálni Vegasba? Mondom, 9 évesen. Kaszinó. Kaszinózás? Valószínű, nem? Há, be akart menni olyan striptease bárba, gondolom, nyomni pár dollárt a pulyikba. Tényleg, ő mit fog csinálni tényleg, amit a Feri is kérdez, ez ő mit csinál egy ilyen gyerek 5 év múlva? Mit mondasz egy 9 éves gyereknek szülőként, amikor meghozza a rendőrség Vegasból a gyerekedet? Enye, mars föl a szobádba, egy hét szoba fogság? Igen. Vagy hogy rendszabályozod meg? És karácsonykor mondod neki, hogy mi van, kisfiam? Nem tetszik a Monopoly, érted? Vagy hogy mit veszel neki majd ajándék? Mit veszel egy ilyen gyereknek? De most komolyan. Tehát, hogy így őt mivel lehet meglepni? Hát az inger küszöb azért egy picit magasan van már. Meg a szülők az első kettőnél így nem húzták be a kéziféket? Tehát a csúszdapark és az autó ellopás. Én azt bírom. Az autópark ellopás nem, de a csúszdaparkot bírom. Az jó. Tehát igaz, az, hogy a gyerek odasodródott, ilyen nagyobb családok, az beállt közéjük, és így szépen besodródott apuk a lába alatt. A család furán nézhetett rá, hogy te ki vagy, nem? Jöttem, beálltam. Még egy gyerek, biztos benn vannak már szülei. Igen. Mondom, ez egyfajta képesség, de azért nem biztos, hogy örülnék neki. Kisfiam, idén karácsonykor nem kaptál semmit, hogy kapsz semmit, mi viszont kapunk állami gondozásba. Ilyenkor egyébként visszareptetik? Visszahozzák? Ki fizette a repülőjegyet, ugye? Ilyenkor mi van? Haza utaztatják a gyereket? Vagy azt hazahozzák, mondják, hogy repülővel? Lók haza. Ahogy ide eljöttél, vissza is tudsz menni. Nem? Én nem tudom, mit kezdenék vele. Illetve tudom, de hogy is nem menne valahol valami katonai iskolába, Minnesotába. Vagy leszúrnád, hogy miért nem vitte téged Vegasba. Ja, igen. Utána mennék megkeresni, és együtt buliznánk. Na, nézzük meg, hogy Magyarországon vannak ilyen gyerekek. Jó, írja minden szülő, hogy kinek, mely gyerekétől melyik volt a legnagyobb csínytevésem. A Benni négy, tehát igazából mi még ártatlanok vagyunk nálad is, nem? Még van egy pár év. Majd behozza a lemaradást. Remélem. Figyelj, egy kis csibészség kell szerintem. De hol a határ? Ugye? Tehát erre azt mondod, hogy az akvapark oké, az autó ellopás már... lopni nem, lopjon. De csak kölcsön. Vegasba menjen, csak vigyen. Vagy szóljon, hogy kicsit. Nyilván jó, ha a gyerek kicsit élelmes, nem? Én bírom, ha egy gyereknek a szemes áll jól. Tehát, hogy én azokat a gyerekeket kedvelem, akik ülnek, stréber módon jelentkeznek, jól tanulnak, mindent megcsinálnak, az dögunalom. Tehát én azokat a gyerekeket szeretem, meg az olyan gyerekekkel szeretek lenni, akikben látszik, hogy van valami csibészség. De csajok is lehetnek ilyenek. De neved magadra felé, nekem bejöttél volna a gyerekkorodban. Nagyon rendes voltam.
Igen, ahogy ott vetődtél a libára. De nem az a... Az is kaland, hát nekünk ez kimarad. De nem az a jó gyerek? Tehát az tök unalmas, nem? Ha egy gyerek mindig szót fogad, egy gyerek mindig megcsinál, amit kell, az tök unalmas. Pici vásodság kell. Azért. De nem ennyi. Kicsit igen. Legyen rossz. Nyilván ne lopjon autót, de kicsit legyen rossz. A gyereknek az a dolga, nem? Tehát az óvodában, iskolában panaszkodnak, hogy sokat beszél, de nem áll a szája, meg jön, megy, meg főszervező, meg kicsit mindennek az élén van, meg kicsit bandavezér, meg a többiek ráhallgatnak. Nem biztos, hogy az akkora baj. Tehát szerintem az első sorban ülő, kicsit stéber, mindig jelentkező gyerekekből lesznek a teljesen alkalmatlan, tök unalmas felnőttek. Abban van fantázia, hogy a gyerek kicsit rossz. Igen, csak ugye? Én néha így egy napi egy órát azért én tudnék lazítani. Jó, hát én sem ugye mondom, a apaként, tehát ha tiéd ilyen, mind a kettő, akkor azért nehezebb megy. Tehát, hogy egy idő után azért a szülőnek megállt kell parancsolnia. Tehát, hogy oké, legyen vásolt, legyen talpra esett, mert hogy akkor később majd sokkal könnyebben megáll két lábán, de azért van egy bizonyos pont, amikor hogy már egy picit el kell beszélgetni. Na, ezzel nyugtatom magam én is. Nálam ez a pont akkor jött el, amikor az a nővéremnek az egyik osztálytársnőjét levadáztam nyílt utcán légpuskával. Előttél a gyerekre? De miért? Előttél a gyerekre? Nem a gyerekre. Ő idősebb volt nálam. Egy ilyen 2-3 éve. Ja, de te is gyerek voltál? Persze, gyerek voltam. És miért lőttél légpuskával? Mert nem állt meg. De nem vett észre, vagy nem? Mondta neki, hogy állj, vagy lövök. És nem állt meg, és derékon lőttem egy 4 és feles. De. És bele is állt? Pulóver volt rajta, úgyhogy nem. Csak egy kis lukat hagyott maga után, ami egy picit vérzett. Csak apám mondta, hogy jó, jó, akkor most egy darabig nem fogsz. Nem fogsz hozzáférni a Slavia 630-ashoz, jó? Dupla rúgó ide vagy oda. Itt érezte apám. Igen, is, hogy sok. Érzem, hogy élvezett. Persze tetszik, hogy miután kicsértük a rúgót, sokkal erősen, mert az asztallapot is átlövi, de egyébként most így ne. Jó? Egy darabig ne. Légy szépen. Nagyon jó. Azért hazahozzák a gyerekedet, hogy éppen egy csomag megőrzőből szedték ki, leszedett a futószalagról egyet, meg is kajált, nem? Ott azért már hegyi beszéd nem sokat ér. Igen. Ők egy kicsit korábban kellett volna kezdeni ezt a rendberakást. Jó, nézzük meg akkor, jó? Írjanak azon szülők, akik kivannak a saját gyereküktől. Akik nem tudják, hogy mi lesz ennek a vége, de a gyerek 10-12 évesen már olyat csinál, hogy teljesen elvesztették a fonalat vele kapcsolatban. Iskolában panaszkodnak rá, folyamatosan töri valamin a gyerek a fejét, és egyszerűen úgy érzik, hogy kifolyt a kezükből az irányítás. Ha gyerek kisebb, az se baj, szerintem a 6-7 évesen, ha van egy iker a családban, vagy két fiú, szerintem már ők is nagyon rosszak tudnak lenni. Jó, keresünk. Hát, ha nem is ilyen gyerekeket, mert ilyet azért nehéz lesz találni, de ez hasonló. De tényleg a vásodtakat, tehát ne azokat, akiknél arra kérdés, hogy hol nyarasz nyáron, az a válasz, hogy tökölön. Pontosan 8:30 van, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. Szép reggelt kívánom mindenkinek, 3-9 lesz pontosan 3 perc múlva. Én arról beszélgettünk, hogy 9 éves gyerek játszotta ki a reptér biztonsági rendszerét, és Minnesotából Las Vegasba repült. A gyereknek nem ez volt ugye az első csínytevése, hát előtte már, mit tudom, ellopott egy autót, lekapcsolták az autópályán, bekeveredett egy csúszdaparkba, felnőttek közé, ugye nagyobb családokhoz csatlakozott, bement, most pedig elrepült egy kicsit Vegasba. Az ügynek még lett volna folytatása, nyilván határozott tervekkel érkezett Vegasba 9 évesen, hogy ott egyébként mit csináljon, de lekapcsolták, kiszúrták, hogy kíséret nélkül utazik, és visszavitték a szüleihez, akik csak annyit mondtak, hogy fura, tényleg a gyerek egész nap hiányzott, tehát hogy keveset volt otthon. De legalább hazahozott $3000, amit a Blackjack-en nyert. Próbáltuk megfejteni, hogy egyáltalán hogy jut föl a gépre, hogy jut el Vegasba, hogy kell kijátszani a biztonsági rendszert, és ugye arra kértük a Morning Show hallgatókat, hogy írjanak nekünk, hogy ő milyen gyermekekkel vannak megáldva. Most nem is arra gondolunk, hogy ki mit csinál gyerekkorában csíntevésként, mert ugye régen más típusú csíntevések voltak. Ugye régen mást csináltál, vagy más számított durvának. Hanem most a jelenkorban a mai gyerekek mit csinálnak? Tehát azok, akik most 8-10-12 évesek, mi az, amit durvának tartanak? Vagy hogy próbálnak borsot törni a szüleik orra alá. Tehát már nincs ez, hogy a pénztárcát leteszem valahova és elrántom madzaggal. Kicsit mi, igen. Ugye? Szóval, hogy igen. Mi nekünk az még... Volt, mondjuk, nem volt ilyen? Hát, dehogy nem, igen, piros raffiával, egy. Tudod, ami rögtön kiszol, hogy szállalba. Na nézzük akkor, hogy mit írnak. Hallgatok, írt egy szülő vagy egy óvónő, iker fiú pár óvodából akart kiszökni a közeli ABC-be vásárolni. Minden megoldottak, még a biztonsági kaput is kinyitották. Aminek a kapcsolója olyan magasan van, hogy én is alig érem el. A szemközti szomszéd vitte vissza őket.
egyedülálló anyaként három fiúval nem mindig annyira vidám, de rendkívül izgalmas. Na, nagyon kemény, nagyon kemény. Ikerpár, azok 6 évesen kitalálták, maximum ugye, amíg ovisok, hogy akkor ők most elmennek az ABC-be. Na, azért, az kemény. De ketten 12 évesen. Az is igaz. Igen. Barátnőm kisfia átok rossz, légpuskával telelőtte a szomszéd almáit ólommal. Amikor a bácsi szóvá tette ezt a szülőknél, bosszúból az autójának minden kilincse alá kutyagumit kent. A bácsi természetesen belenyúlt. Keresztfiam 5. osztályos. Amikor leküldik vele a naplót a tanáriba, mire leér, töriből 4-es lett az átlaga. Jó, hát ez korrekt szerintem, ezzel nincs baj. Javított. Az 5 éves unokaöcsém Erdélyben a lovakterembe bezárta a szüleit és egy turista csoportot. 1/2 órát könyörögtek neki, mire kinyitotta. Azt hitte, jó vicc volt. A gyerek 5 éves. A fiam 3 évesen a mama lábai között meglógott a közeli üzletközpontból, és onnan hozták haza a zsaruk. Ő mutatta meg nekik, hogy hol lakik. 3 évesen. Az igen. Felgyújtottam az előszobát, lenyúltam a családi autót, és totára törtem, loptam a tetyóból, és még 14 se voltam. Jó, de most nem ilyen régi történetekre várunk, hanem a mostani gyerekek mit csinálnak? Hát azt azért írd meg, hogy mi lett belőled. 15 éves. Most 27 vagyok, gyereket nem akarok, mert félek, hogy rám üt. Így lesz, Szatyi. Ja. Nekem a fiam nemrég elköltötte az iskolaigazgató 7-es BMW-jét, és lementek Siófokra szórakozni a haverokkal. Ja, hát ez kicsit kamunak tűnik. A hitelkártyája is a kocsiban volt, aha, megtudták a kódot, és kellett némi készpénz, szálloda, VIP diszkó, ezt nem múlja felül senki. Jó, hát ez kicsit erős, nem? Nekem ebben a kategóriában egyébként, amiről most beszélgetünk, az volt a csúcs, az a kis videó, amit egyébként Balázs hozott be, vagy Balázs mutatott meg arról a kisrácról, aki állandóan, de nem olyan pici gyerekről volt szó, nem is tudom talán mennyi lehetett, egy ilyen 2-3 éves lehetett, ugye volt egy ilyen kis testvérpár bent a kis járókában áldogáltak, és az egyik közülük iszonyú vásott volt, állandóan kimászkált, ugye, de a szülei soha nem tudott, a szülei előtt soha nem mászott ki egyébként a járókából. De amikor pedig, hogy hívják, amikor bekamerázták, akkor pedig kimászott a kisgyerek, és a kamerát megpróbálta elintézni, gajra vágni, hogy ne tudják levideózni. Tehát, hogy annak a gyereknek már annyi esze volt, hogy ez már hihetetlen. Tehát, amikor egy ilyen 2-3 éves kisgyerek kijátsza a szüleit, és olyat produkál, amikor nincsenek itt, és átmászik a járókának a kis, hogy hívják, ján, a kis rácsos részén, és csak akkor csinálja, amikor nincs elkor, azt megkeresem a videót, a szenzet, és hallja, hogy jönnek a szülők, és, visz, és a alvást eltett a gyerek. Bizony. Becsukják az ajtót, a gyerek egy ideig fülel, majd kimászik a járókából úgy, ahogy még gyerek nem mászott ki, valahogy fölteszi az egyik lábát, fölügyeskedi magát a szélére, és leugrik, vagy leereszkedik a másik oldalon. Leesik. Jön a szülő, pont a felénél van, jön a szülő, akkor visszafekszik az ágyba, és úgy egy vagy két éves. Úgy csinál, mint aludna. Megint fülel, hallja, hogy a szülő elmegy, megint elkezd kimászni. És amikor megtalálni, de és amikor ugye berakják a kamerát, mert hát hogy így volt rá a felvétel, megpróbálja tényleg kinyírni a kamerát le, oda megy a kis izéhez, szekrény ez pici apró lábain, és a kezével megpróbálja ott lekotorni onnan, mert tudja, hogy az lesz a bizonyíték. Igen, próbálja tönkretenni. Az én fiam elsős 6,5 éves, 5 hét után behívtak minket az iskolában, hogy bóckodik az órákon, be nem áll a szája, folyamatosan intézkedik. Bulinak fogja fel az iskolát. Ez nagy baj szerintetek? Kérdezi Dóri. Hát nyilván, most így az ember azt mondja, hogy nem, aztán az ő gyerekével történik ugyanez, akkor egy kicsit megijedsz, hogy gyerek renitens, de szerintem ez még nem. Nem? Ez még belefér? Most, hogy be nem áll a szája, intézkedik, kicsit hát a banda vezér, ez igen, nem akkora baj, szerintem. Igen. Nem? Ebből igen, ebből nincs baj. Ebből nincs olyan nagy baj. Hát aztán később azért ebből lehet, igen. Az én fiam, hogy megvédje magát, orba rúgta az ovistársát. Jó, hát ez minden óvodában. 3 éves. Hát kérdés az, hogy elébe ment a dolgoknak, tehát hogy előtte történt-e valami. Vagy érezte a másikon az agressziót. Az agresszió nyilvánvaló jeleit, és orba rúgta a másikat csak úgy. A nevelőszülőnek a saját nevelt gyerekei felgyújtották a kutyáját, aztán a lakást is. Hát ott lehetett valami félreértés. Egy picit talán túlreagálták a dolgot. Igen. Azt mondja, hogy az én gyerekem, micsoda, a barátaival elengedett egy kompot a szigetközi Dunán. Na ez igen. Ez amit korrekt. A Komáromi hídnál fogtak meg.
A gond csak az volt, hogy ketten voltak a kompon. Jaj. Lehet, hogy ők ketten, akik elengedték, órákon át sodródott a Dunán, miközben teherhajók és utasszállítók mentek el mellette. Hm. És otthon nem árulták el, hogy mi történt. Átintegetsz 6 évesen, minden rendben. Urai vagyunk a helyzetnek. Vagy szevasztok. Mi vagyunk a komposok. Amikor sodrodsz egy nyílt vizen, és jön egy teherszállító. Hát igen, és jön egy olyan vontatóhajó, jön egy néhány uszály, és akkor a vontatóhajón akkor a kapitány így átnéz, és ő érzi egyik. Hát nyilván ő nem nagyon lavírozgathat, vagy menthet, de amikor így elsodorodik mellette két gyerekkel egy ilyen kis kompocska, akkor azért ő átnéz, és csodálkoz arc, hogy nem á, hey, hello. És főleg úgy, hogy a kapitányi rumos üveg már a kezükben megtalálták. Megdörgöli a szemét. A bátyám 4 éves korában elindult a nagymamához 3 kerekű biciklivel, a vonatállomáson találtak rá. Ebben még azért kevesebb a tudatosság, hogy 4 éves gyerek elindul, nem? Tehát az... Hát tudatosnak tudatos. Igen, de meg hogy... kérdés, hogy, hogy ha átszáll a vonatra, akkor hova megy? Igen. Ott mi volt a terv? Világá. Mondjuk a magyar vasutak messzire nem jut. Nem? Persze. Egy óra alatt maximum 20 kilométert tud megtenni. Tehát olyan nagyon messzire nem tud. Hát ha a Budapest Václavhoz megy ki, akkor még van másfél óránk, hogy elcsípjük. Igen. Na jó van, oké, köszönjük az SMS-eket. Játszunk valakivel, már is 3-as ugrás. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Hello, jó reggel, sziasztok, Niki vagyok. Hello, Niki, honnan hívsz minket, Niki? Jó kérdés, éppen Szekszárd környékén vagyok. De hogy ezt így nem tudod, hogy hol vagy? Micsen sodrodsz egy kompan? nem, Mohácsra kell mennem, és valahol még Szekszárd előtt vagyok, aha, de már ja. Tamási után, tehát valahol egy útvegyben most leálltam egy parkolóba. Jó. Így jó helyes. Van, milyenek a kérdések, Jani? Vihető szerintem az eleje. Az eleje. Az elejét kicsit durvá? Nem már. Nem, az eleje az nagyon könnyű. Ja, ja. Utána bekeményt ezt. Na, megnézzük. Mehetünk, Niki? Mehetünk fel. Így szól az első dedikált egérolát. Melyik testrésze volt a sebezhető pontja a mondabeli Achilleusnak? Hát az Achillesénnyel a sarka. Igen. Így is van. Mert a jó édes anyja állítólag itt fogta meg, itt csippentette el az ő kis sarkát. Amikor belemártotta ugye a Styx folyóba. Így van. Hogy az sem. Alvilág folyójába, hogy így sebezhetetlenné tegye az ő kis dedét. Na, jó van. Kis dedét. Jó, ha most mi? Azért, mert két értelmes ember beszélget, ne zavarjon. Ne hagytam, már. Hogy villanyatok. Nem. Hagytam, hogy villanyatok. Meg se szólaltam, csak gondoltam, hogy... Hát, de komolyan. Balázs szerint a mitológia egy felesleges holt műfaj. Nem bővül szóval. Már. Nem érdemes elfoglalkozni. Nem tud használni. Mindig lehet tőletek tanulni. Ugye, Niki, látod? Látod, milyen okosak a fiú? Mehetünk tovább? Mehetünk, persze. Így szól a második kérdés, dedikált Szatyorért. Melyik kontinensen található az Atacama sivatag? Atacama. Atacama. Atacama sivatag. Holnap. De tegnap még sivatag tegnap. Volt, Atacama is sivatag, de Atacamára. Dél-Amerikában. Dél-amerikai. Jó van. Okos az a telefon? Okos az a telefon, vagy beugrott? Okos a táblagépem, igen. Okos a táblagép, nagyon jó. Így szól a harmadik kérdés, dedikált Bögréért. Természetesen, ha tovább akarsz menni. Persze, na hát, Bögré a lényeg. Melyik sportág egyik legendás alakja Anatoli Karpov? Karpov? Hát ez mi? Ez valami orosz lesz, ugye? Mm-hmm. Milyen harmadik kérdés ez? Nem svéd, de hogy is orosz. Hát ez gyorsabban kell mondani. Keresd. Pedig ezt tippeltem volna, csak a... Bizonyám, a sportág egyik legnagyobb. Itt azért már a harmadik kérdésnél nincs annyi idő. Bumoz egyet. Bumoz egyet gyorsan. Igen, itt igaza van fejnek, már nincs túl sok idő. Lehet? Bum! Hát kiszakad belőle, bébé. Bébő? Bébe. Nálam nem villog. Hát igen. Na, hát, nálatok villog? Nem. Nálam se. Nálam se. Gyerekként Bögre fan vagyok, az a mindenem. Azt mondod, a gyerekek? Ezzel én is így vagyok, de inkább csak slangben. Hát Niki, hát, akkor erre a Bögrére még kicsit várnod kell. Oh. Jól van, köszönöm szépen. Köszi. Köszi. Ciao. Köszi, hello. Ez volt a 3-as ugrás a Morning
Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Mi az, hogy szuper lesz a többi? Ugye? Milyen többi? Mire gondolt, Niki? Na, bukod a harmadikat, bukod az összeset? Igen. Na most tudtam meg a rossz hírt. Igen, elfejtettük bele közölni a rossz hírt. Nem, hogy nincs bögre, nincs semmi. Pont ez a lényeg a játékban. Sajnos nincs semmi. Viszont van egy szuper táblaképed. Így, de van egy plusz ajándék itt is egyébként. Van. De a klasszikus morning show ajándékok közül nem jut semmi neki. Hát ez van. 5 perc van pontosan, 9 óra jövünk a hírek után. 9 óra múlt 11 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Trafi a 47-es úton, orosházai elkerülőn, a Szeged felől érkezőket mérik, ezt Kornél üzente nekünk. Valamint a 811-es főúton egy anya babakocsival és két gyerekkel felcsút után Fehérvár felé forgalommal szemben a félsávot elfoglalja. Ügyes anyuka. Jaj. Igen, szomorú vagyok, mert évek óta hallgatlak titeket és írok nektek, egyszer sem voltam a nap hallgatója, írja valaki. Hányan vannak? Hányan vannak ezzel, így igen. Káposztás megyeren a külső Szilágyi úton 120 magasságában, nem értem, mérnek egy fehér Opelből. Üdv, Janesz. M5 Pest felé beállt a 39-esnél, tudtok valamit? Kérdezi Peti. Ezt nem tudjuk. Csak azt tudom, hogy gyár felső pakony magasságában állt meg az M5-ös egyébként, se előre, se hátra, senki. Ha megírja valaki az okát, akkor azonnal mondom, jó, hogy mi lehet. Itt van egy hallgatónk, hello, jó reggel, szia Gergő. Hello, sziasztok, Gergő vagyok. Szia. Hello Gergő, merre vagy? Én épp a nulláson vagyok, mert Szentendréről jövök visszafele, és azért telefonáltam, mert hogy egy balesetet szeretnék mondani. Ahogy Békás megyerről jöttök, lehet átjönni Szentendrére, és elhagyjuk Szentendrén az első benzinkutat. Van egy gyalogátkelő, és biciklis gázoltak körülbelül egy ilyen fél órával ezelőtt, és most kezdett el torlódni a forgalomot. Hát két rendőr mentő, úgyhogy vannak bőven sajnos. Uh-huh. Ez hol van pontosan? Tehát Békásmegyerről átmenünk Szentendrére, és ahogy Szentendrén van a benzinkút, nem akarom a nevét mondani, nem tudom, hogy szabad a benzinkútnak, csak az egy darab van, utána van egy gyalogátkelő, és azon a gyalogátkelőn gázolták el a biciklis. Ó, szegény. Igen, ezt többen érdek, hogy nagyon hosszú sorban, mindkét irányban hatalmas dugóban. Igen. Sajnos a szélvédő is berepett, úgyhogy biztos, hogy szerencsétlen nagyot bukott. Igen, sajnálom többen érdek. Oké, köszönjük, hogy elmondtad. Nincs mit. Sziasztok, köszi szépen. Köszi, ciao, hello. Ja. És végül egy mindig friss és aktuális Facebook oldalról, a BKK Facebook oldalról egy hír azoknak, akik a 76-os trolibusszal, illetve a 15-ös és 133-as autóbusszal közlekednek, azoknak egy jó hír, mind a három járat megint teljes vonalon közlekedik, mert eddig pótlóbuszok jártak egy baleset miatt, de most még egyszer mondom, a 76-os, 15-ös, 133-as vonalán semmi baj. Köszönjük, János. Igen, segítsetek, ma reggel mind a két nőm kirúgott. Hát, így nehéz. Hát, úgyhogy tudtak egymásról, és megbeszélték. Egymás mellett dolgoznak a munkahelyünkön. Most mit tegyek? Ja? Mind a két nő férjes. Hát, azért az szép, várjál. Tehát van két nő, mind a kettőnek van egy férje, és mind a kettő a férje csalja ugyanazzal a pasival, ráadásul a két nő egymás mellett melózik. Egymás mellett melózik, és tudtak róla. Hihetetlen egyébként. Ez egy szép erkölcsi fertő ez a munkahely, az, nem? Az szégyeljék magukat, komolyan mondom. De tényleg, tehát ezeknek semmi se szerint, már ezeknek nőknek. Nem gondolok arra, hogy itt van most ez a szegény srác, itt marad magányosan. Senki nem maradt. Mert neki van hova hazamenni a lányoknak. Így van. Neki könnyű. Nem gondolnak rá, hogy tiporhatták már meg ezt a szegény srácot ennyire. Szegény fiú. Szégyeljétek magatokat, csajok. Ez hogy van, hogy te megbeszéled egyébként a kolléganőt, de hogy te is rá vagy állva, és most ezzel randizik, most azzal randizik, és te tudod, hogy mind a kettővel randizik? Már hogy te tudod, hogy a barátnőddel is randizik? Szerintem így szépen lassan állhatott össze a kép. Igen? Én nekik. Valószínűleg így lépésenként kiderült, és ha már megvolt, akkor mind a kettőnek jó volt. Én nem hallottam még olyan nőről, aki mondjuk így szívesen eltűrt volna valakit, aki, de tényleg, hogy itt tud is róla, hogy ott a másik ráadásul egy munkahelyen is dolgoznak. Jó, de hát ott mind a két nő tilosban járt, ugye? Mert hogy mind a kettőnek van férje, akkor azért megbocsájtódunk, vagy saját magaddal szemben, meg a barátnőddel szemben is. Hát igen. Igen. De most képzeld el azt, amikor mondjuk a két nő találkozik egymással, és akkor azt mondja, hogy az egyik a másik kevergetik a kávét bent a konyhába, és akkor azt mondja, hogy haj, tegnap olyan fáradt volt ez a Dezső. Tegnap előtt veled volt? Tehát, nem, ugye, hogy délután nehéz, volt ezt, velem. Igen, így nehéz ezt így elképzelni. Vajon régen is ez volt, hogy ennyire nem bírták ki az emberek a saját kapcsolataikban, szerinted?
Vagy szerintetek? Vagy ez egy ilyen megszokott dolog lehet, hogy mostanában tényleg nem tudsz úgy elolvasni valamit, hogy ne arról szóljon egy hír, hogy kikivel lépett félre, csalta meg, omlik össze a házasságát, ezt hallod? Minden. Hát nem? Lazult, szerintem lazul. Lazul ez az egész, igen, mintha nem tudom. Maga a házasság funkció kezdik kicsit elveszteni a jelentőségét. Szerintem, igen, és ez volt, csak nem derült ki, és titokban csinálták az emberek? Olyan romantikusak vagyunk, olyan romantikusan hogy? Gondolkodunk, hogy régen ez másképp történt, meg régen biztos nem voltak ilyenek, meg régen ez a pornográfia sem uralt így ennyire a világot, meg régen nem is léptek félre az emberek, dehogy nem. Tehát, hogy ami én akkor de akkor te azt mondod, hogy régen se volt nagyobb értéke egy házasságnak? Régen se volt nagyobb értéke a hűségnek? Volt kifelé. Tehát ott is megvolt a kirakat, és akkor a kirakatban minden nagyon szépen történt, mindenki azzal az emberrel élt el az életét egyébként, akivel a többiek gondolták, de a háttérben biztos, hogy történtek dolgok. Tehát nem mindig akkor döbbenek meg, amikor én régi erotikus fotókat látok valahol valami galériában, vagy konkrétan például egy kiállításon. És gyakorlatilag ugyanazokat a dolgokat látod, mint amiket egyébként ma is, csak éppen színesbb és talán kevesebb szőrzettel. De hogy tényleg. Hát működő bordélyházak, hivatalosan ugyanúgy. Működő bordélyházak voltak annak idején itthon is, érted? Tehát, hogy az azért volt, mert volt rá igény, tehát volt, aki elmenjen. Csak most, akimit beszéltünk itt valamelyik nap, például a szegény Détár Enikő, Réka, Sépik, Alik, itt mit tén ki van még benne a pakliban, hogy hónapok óta ezt látod a címoldalon, érted? Hónapok óta ez megy. Pedig hát szegények leéltek, nem tudom, 20-valahány évet, megváltozott a dolog, szerelmes lett egyik, másik nem lett szerelmes. Ráadásul lehet is tudni, hogy ők ezért mindent megtettek azért, hogy ez igen, működjön. Igen, és dolgoztak is rajta. Te mit akarsz ezzel mondani? Hogy ezt olvasott hónapok óta. Hogy ezért válik ennyi ember, és ezért boldogtalan ennyi ember, mert én olvasom, hogy ezért kasi válik? Nem, hanem azért gondoljuk azt, hogy több van, mert van sajtó, ami ezt leközli. 100 évvel ezelőtt nem volt. Nem is, de nem tudom, 100 évvel ezelőtt mindennek az egész dolognak lett volna valamiféle ért. Hát, 100 évvel ezelőtt is voltak kaszanovák. De persze, figyelj, félrelépések mindig voltak, kaszanovák mindig voltak, de hogy az, hogy egyébként két férjes nő a világ legtermészetesebb módján csalja a férjét egy munkahelyen ugyanazzal a palival, én nem vagyok álszent, meg nem akarom azt mondani, hogy ez egy ilyen erkölcsi fertő, de hogy így valahogy maga a házasság, meg ennek az egész intézménynek így a falai kicsit így kezdenek omladozni, nem? Uh-huh. Nézd meg, hogy egyébként magad körül hány valójában boldog embert látsz. Hogy hol a hiba? Hogyha fölhívod a barátaidat, ha megnézed a saját életedet, ha megnézed a barátaid életét, vagy az ismerőseid életét, és egy kicsit kevésbé felületesen szemléled, azért érdemes megnézni, hogy olyan, mintha az emberek effektív elfelejtettek volna boldogok lenni. Nem nagyon látok boldog embereket magam körül sem. Meg szerintem úgy nagy általánosságban, mintha ez a dolog így kiveszőben lenne, nem így van? Hogy mindenki keres valamit, mindenki hajszol valamit, mindenki tudja, hogy baromi boldognak kellene lennie, mert ezt sugározza mindenki, hogy legyen baromi boldog, és mintha szépen ez így már nem kezdene működni. Vagy kezdene nem működni, inkább így mondom. Nem így van. Most megnézitek a környezetetet, hány igazán boldog embert láttok, vagy hány igazán jól működő, nem hazugságokra épülő, kifelé is ugyanazt mutató, mint ami belül van, párkapcsolatot lát az ember. Szerintem egyébként keveset. Nekem itt van a Feri-Ferinek, meg itt vagyok én. De nem úgy. Csak így egymásnak megvan a boldogság. Most szerintem a ti egymás életetekről nem nagyon tudtok mit mondani, mert nem is ismeritek valójában egymást. Ez igaz, viszont tehát, hogy én most valódi barátokra nem. Gondolok. De most kapcsolatokról beszélünk, alapvetően nem... Felszínes. Én nem ilyen típusú kérdéseket teszek, hogy most én mit látok a Feriről, vagy te mit látsz a Feriről, mert szerintem mi nagyon felszínesen látjuk. Egymást nem is beszélünk magánéleti dolgokról. Igazi barátoknál, ahol te rálátsz, és tudod, hogy mik a valódi problémák, elmondja neked egy barát, beszámol, fölhív, hát ezek nagyon felszínes dolgok. Én a harmóniát viszont látom a kapcsolatokban. Tehát, hogy ehhez nekem nem kell igazából a Ferivel nagyon jó baráti viszonyban lennem, hogy lássam a harmóniát az ő kapcsolatában, illetve a család életében. Nem tudnám megmondani, hogy most valójában boldog vagy nem. Szerintem lejönne, hogyha kamuzna. Tehát, hogy nem az, hogy kamuzik, hanem hogy ő most valójában belül boldog, ahhoz barátnak vagy jó ismerősnek kell lenni, hogy mi meg tudjuk a másikról mondani. Hogy elmondasz. Tehát mindenki sugároz kifelé valamit, felszínesen valóban ezt bekategorizálod. De mintha nem tudom így, én legalábbis azt látom, hogy az emberek így ezt valahogy így elfelejtetik. Egyrészt
agyba főbe mennek tönkre a házasságok, mint ha semmiféle súlya nem lenne már ennek a dolognak. Szerintem maga az intézmény is egyébként kezd szépen lassan meghalni. Vagy változni, vagy leáldozni neki majd aztán, hogy újra szárnyalhasson. De mintha önmagában ez egy ilyen természetes dolog kezdene egy kicsit mindenki boldogtalan. Nem? Vagy önmagaddal nem vagy szerintem tisztában, ott kezdődik. Tehát csak akkor tudsz párkapcsolatban is jól működni, hogyha a saját helyedet megtaláltad. Nem? Tehát ha az értékeiddel, vagy az értékítéleteddel tisztában vagy, rendbe tetted ezt magadban, ha belül te jól vagy, akkor tudsz kifelé is. Tehát abban a pillanatban, hogy belül neked problémád van saját magaddal, akkor nem fogsz tudni együtt élni valaki mással, hogy állandóan azon... Szerintem nem, ez nem így működik. Szerintem az emberek kifelé sokkal többet, meg mást akarnak mutatni, mint ami valójában van, és az önön hazugságaikat szépen lassan elkezdik elhinni. De miben hazudsz? Azt hazudod, hogy jól működik, hogy nem nézel szembe valójában a problémáiddal, hogy élsz talán valakivel, akivel azt gondolod, hogy olyan jó, és így nem is nagyon mész a lelkére, vagy a mész a mélyére, hogy ez jobb lehetne. És aztán szépen lassan omladozik, de te mindig megpróbálod megmagyarázni, hogy ez miért jó. Szerintem vagy miért működőképes még mindig. Folyamatosan egy mérleget kell vonni a kapcsolatában is. Tehát, hogy évről évre az embernek így át kell gondolni a dolgokat, meg egyébként nem is ez nem így megy, hogy mint augusztus 12-én mindig mérleget csinálok a kapcsolatban. Nem, ez egy folyamatos dolog. És addig, amíg azt látod, hogy a pozitív része a dolognak markánsan több meg jobb, mint a negatív, mert egyébként olyan nincs, hogy a 100%-ig minden, okay. Minden rendben lenne, nincsen, nem létezik ilyen kapcsolat, szerintem legalábbis. Tehát amíg a pozitív oldal a több, és az dominál, akkor az a kapcsolat működhet, az a kapcsolat jó, azt a kapcsolatot meg kell becsülni. Tényleg ez a félig tele vagy félig üres az a pohár effektus. Nagyon sokan úgy állnak hozzá a kapcsolatokhoz, hogy alapvetően azt látják benne, ami hiányzik. Nem pedig azt, ami jó benne, ami működik. Meg addig is jó egy kapcsolat, amíg tenni akarsz érte. Tehát amikor így már van. Csak a kesergésed van, hogy na, akkor ez most mégse olyan, amilyet én szerettem volna, mégse úgy működik. Amikor már nem tudsz leülni, beszélni a másikkal, meg beszélgetni a másikkal, hogy akkor merre van nekünk kettőnknek előre. Szerintem anna ott a vége. Tehát amikor azt tartja össze, hogy na jó, de van két gyerek, van izé, akármicsoda, akkor az már gáz. De egészen addig, amíg te tudsz róla úgy gondolkozni a kettőtök együttműködéséről, hogy ebben van jövő, és mit tudunk még mi ketten megcsinálni, vagy miben tudsz te segíteni nekem, én segíteni neked, és tolni mi egymást, addig szerintem azért nagy gáz nincs. Szerintem ezt vesztettük el, ezt a képességet, hogy ezt meg akarjuk menteni. Érted? Aha, hát ahogy igen. A legkisebb baj van, föltesszük a kezünket, igen, van, nem működik, váljunk el. Igen, de hogy például a saját nagymamánk, vagy akármik, nem is megyünk olyan messzire, a saját anyukánk is, akár ennyiszer félrelépett? Vagy ennyire természetes volt a másik megcsalása? Nem. Vagy természetes volt az, hogy igazából mit egy olyan munkáján dolgozol, ahol két nő ugyanaz a palival csalja a férjét, mit tudom én? Én nem akarok átszent lenni, mert sok nem érdekel, meg nem arról van, hogy hú, de szörnyű világ, ez mindenki szexel mindenkivel, mert mindenki úgy éli boldogan, boldogtalan az életét, hogy akarja, engem ez nem nagyon érdekel. A korszokásai miatt csak volt kérdezem. Más egyébként. Tehát más de titokban ott is meg tudtad csinálni, nem, ha akartad. De egyszerűen, nem, persze, egyszerűen talán persze. Inkább igényed nem volt rá, vagy emberileg nem akartad ott, megtenni. Ott volt egy olyan társadalmi megítélés, ami miatt ezek a dolgok, ezek hogy nem történhettek meg, tehát hogy vidéken gyakorlatilag példa, tehát ez a vidékváros különbség sokkal markánsabban megvolt. Vidéken, hogyha megtettél egy ilyen dolgot, akkor írd és mondd, adott esetben meg is kövestek. Okay, tehát úgy könyveltek el, hogy na itt van ez a repedsarkú, itt van ez azt a tisztességes, becsületes embert, ez a céda, ez a nem tudom mi, ez a fehér májú, stb. Tehát ott nem tettem. Ha városba éltél, már egy kicsit szabadabban élhettél, egy kicsit elnézőbbek voltak veled szemben. Tehát akkor tulajdonképpen régebben ugyanúgy talán boldogtalanok voltak, de együtt maradtak, mert ciki volt elválni. Most nézzétek meg a korosztályunkat, az esetek 80%-ban nem működnek a házasságok. Nem működnek, elválnak. Elválnak. Tisztelet a kivételnek, van akinek jó, nem mindenki boldogtalan, nem akarok általánosítani, de megnézzétek a mi korosztályunkat. Nagyon sok állás van, ezt tehát, hogy egész egyszerűen semmiféle jelentősége, semmiféle morális súlya nincsenek az ember elválik. Nem működnek a kapcsolatok, nem? Tehát nem olyan, mint ha valaki, a legtöbb ember hajszolna valamit. Fut, rohan, ő sem tudja, hogy valójában mit keres, csak azt érzi, hogy többet, jobbat, még. És közben minél több lyukat így tömbbe, valahogy annál jobban omlik össze az élete. Hát hány olyan ismerősöd van most így, ha körbenéztek, aki elválik, akik válnak, akik szakítanak. Nem?
az vagy rommá egyébként... csalják a párjukat, a férjüket és a feleségüket, és hajszolnak valamiféle, nem tudom, pillanatnyi kielégülés. Az már egyébként a jobbik eset, nem? Ha kimerik, tehát ha mind a ketten kimondják, hogy akkor legyen vége inkább. Én abszolút válláspárti vagyok. Persze. Ez sokkal tehát jobb. Ha már nem megy, akkor viszont... költözzünk szét, és akkor menjen mindenki a dolgára, és keressük meg. Sokkal azt, jobb szerintem nyilván, tehát hogyha egy fél éve már nem feküdte le a feleségeddel, ha ültök egymás mellett esténként, és nem szóltok egymáshoz, csak laptopoztok. Ha totális testi elhidegülés van, de a gyerekre fogjátok, és még mindig ott éltek tulajdonképpen, mint két vadidegen, belekényszerítve, kicsit megmagyarázva saját magatoknak, hogy de együtt kell maradnunk, és közben lehetőség lenne elválni. Ez egy sokkal kevésbé bátrabb döntés szerintem, mint ha azt mondta, hogy igen, szembenézek vele, hogy rossz lesz rövid távon, viszont meghozom a döntést, mert esélyem még arra, hogy boldog legyek. Nagyon sokan belenyomorodnak egyébként. Persze. Mert nem merik ezt a dolgot felvállalni, vagy félnek, hogy mi történik, hogy hát akkor próbáljunk meg elválni. Én ezért mondom azt, hogy a problémákat egyébként már az első perctől kezdve meg kell beszélni. Tehát, hogyha bármilyen friss egy kapcsolat, hogyha ha van valami nézetkülönbség, van valami súrlódás, vagy van valami dolog, amiben nem értetek egyet, már a kezdetek kezdetén ezeket a dolgokat folyamatosan átbeszélni, megbeszélni, hát, ütköztetni. Akkor még a lilaköd, de igen, de akkor ennek, még a lilaköd, így van, persze, hát ha csak most félreértek valamit, hát ha mégis neki bejön, hát ha én velem van a gond, hát ha én, ő a toleráns is, és belőlem hiányzik a tolerancia, egy bizonyos szintje, ami kellene ahhoz. Persze elhiteted magad, de folyamatosan beszélni kell, folyamatosan kommunikálni kell egymással, és akkor tényleg nincsen gond. Az is jó, hogy mondtad ezt a válláspárti vagy mondatot, meg hogy tényleg menni kell, de hogy most már lehet, hogy az is van, hogy mindenki válláspárti, és nem próbáljuk meg... nem próbáljuk meg rendbe tenni, hanem inkább azt mondjuk, jó, akkor köszi, vége, itt van, hello. Majd két hétig nálad a gyerek, két hétig igen, nálam. Persze. Tehát, hát, hogy könnyen el is engedjük. Hogy könnyen, persze. Hát az egész intézmény már nem olyan azért, mint régen, nem? El is ítéltek, meg is köveztek, régen nem is volt rá lehetőség. Ez egész ilyen súlytalan lett szerintem. Kicsit. A házasság? Igen, nem? Belemvágsz, ha működik, ha nem működik, nem, akkor szépen hát elválsz, ez... és vége van, lecseréled, ahogy lecseréled az autódat, vagy a lakásodat, ha teheted, vagy a telefonodat, vagy van. Persze. Tehát, hogy ez teljesen súlytalan lett maga az intézmény egyébként. Ezt hallod az újságból, ezt olvasod, ezt látod, lecseréli, válik, megcsalja. Hát az szépen aztán azért hat a közhangulatra, nem? Tehát ez, amit te látsz az újságokban, ez előbb-utóbb, ez neked realitás lesz, és te sem akarod megmenteni. Jó, azt nem? Tehát, hogy hozzá... valahogy hamis értékeket kezdesz el keresni. Mert az újságokban és a különböző internetes fórumokon minden ezt látod, ezt hallod. Régen azért ezt nem súlykolták, nem volt címlapon ennyi válás. Kicsit trendi lett, kicsit már olyan semmi. Még egyébként még mindig őszintébb dolog. Tehát felvállalni, hogy nem működik, elválni, új életet kezdeni, sokkal jobb, mint belenyomorodni valamiben. De hogy nincs minden másban baj. Így van az életünk, ha megnézitek, ez nem csak a házasságra vonatkozik, ez ugyanúgy van most már mindenben. A barátságok, most őszintén, ha elmennétek mondjuk 500 kilométer és lerobbanna az autótok, hány embert tudnátok fölhívni? Hajnali 3 óra van. Hát, mondjuk én ebből a szempontból azért szerencsés vagyok. Igen. Hát nekem ugyanazok az emberek vannak körülöttem, akik már gimnáziumban plusz egy vagy kettő max. Tehát nekem van egy 4-5 ember azért, aki kemény mag. És ott mag. Mindenki jönne. Hát ott jönnének, igen. Csak sos nincsenek bekapcsolva észünk. Azt szeretek. Jönnének. Ebből aztán nincsen. Nincs kétségem. De nyilván ugyanez, igen, hogy egyre több a kicsit ilyen magányos, céltalanul rohangáló ember. Nem, akik körül úgy mindenki lemorzsolódik. Nem? Egyedül marad. Ja. Na jó, most kezdi mindenki fölvágni az eredményt. De nem kell. Nem kell. Ez a fél. Nem, csak most ezen az SMS-en kezdtem el gondolkodni. Két nő ugyanazzal a valival csalja hosszú hónapokon férjeit. A férjét. És úgy ez úgy miért ne, tudod? Hát azt nem írták, hogy miért ne, de... Ja, igen, az mondjuk nem jön. Tehát maga az értékrend, meg szerint, na ebben nagyon sok minden benne van. Persze, tehát, hogy el vannak kapkodva ezek a házasságok, szerintem az is jócskán benne van, tehát hogy nem lentről építkezik ez az egész történet, hogy nincsen egy összejövőnk, járunk, aztán összeköltözünk, együtt ülünk egy kicsit, megnézzük, hogy egyáltalán működhet ez a történet, és nem az egészre úgymond a koronát tesszük fel a házassággal, ha nekünk ez fontos, mert van, akinek nem fontos, tehát hogy ez is kellene. Én inkább az intézményt hibáztatom egyébként. Egy éve, házasodjunk össze. Gyerek,
és aztán 2-3 évből kiderül, hogy basszus, ez nem működik. De ez egy természetes menet a házasságnak, ennek ez a amplitúdója. Ez így van, tehát ez így történik, hogy mikor házasodsz, amikor a leginkább szerelmes vagy, amikor a legboldogabb vagy, onnantól kezdve, ha te ma nem teszel energiát és nem melózol, annak egy lefelé ívelése van. Ezért rossz a jelenlegi házasságkötési rendszer. Egyébként, amit te is mondasz, nyilván, hol mész, hol lépsz föl a csúcsra? A tetején. Amikor a legszerelmesebb vagy, hol mondod ki az igen? Ugye ott? Onnantól kezdve mi történik? Onnantól kezdve beleszürkülsz a hétköznapokba, jön a gyerekvállalás, elindul lefelé. És ha nem kezdesz el melózni, akkor a szépen folyamatosan elindul lefelé. Igen, de ahogy a Feri is mondta, hogy tök igaza volt benne, hogy a lilaköd az nagyon sok hiányosságot, hibát, surladási pontot, összeférhetetlenséget elfed. Tehát eleinte, amikor szerelmes vagy, és a másik a látványa, az illata, minden egyes szava, egy SMS-e, egy érintése, rengeteget jelent, és az a minden, akkor hajlamos vagy megfeledkezni róla, hogy a szürke hétköznapok nem erről, az úgymond szürke hétköznapok, amik lehetnek egyébként színesek is. Azok nem biztos, hogy erről fognak szólni. És ahhoz, hogy ez kiderüljön, ahhoz nektek nagyon sok időt kell töltenetek együtt, aminek ugye a legegyszerűbb módja az, hogyha majd valamikor összeköltöztek. De nem kell kitenni a másikat, aztán pont ezért egy ilyen korai házasság utáni korai válással járó traumának, akkor, hogyha mondjuk ti együtt éltek 2-3 évig egymással. Én tehát azokat a dolgokat látod akkor is, meg később is, ami később lesz zavaró. Tehát például a kokáért. Mennyire kíván engem ez a kapcsolat elején, mennyire kíván engem, hiszen letépte magáról a ruhát, és csak úgy szétdobálta, és már szexeltünk is. 10 év múlva már megint ott hagytad az oknédat. És ez azóta is szétdobálja a ruhát, de már szex nincs. De lehet, hogy lenne szex is egyébként, csak hát valami miatt egy kicsit arról leszokott a csapat. De hogy ugyanaz a kórics, mert mind a két esetben ledobozokni itt, ledobozokni ott, akkor még milyen cuki, így hogy van. Nézd meg, hogy akar. Hogy ami az első évben még illat, az már 5 év múlva bűz. akkor rossz az intézmény? Tehát akkor lehet, hogy... Ne, de sem. Az intézmény nem rossz, csak nem kell kapkodni. Mindent a maga idejében. Hogy érted? Várjunk 5 évet? Ezt mondom. De mire? Tehát hogy... akkor akarsz házasodni, amikor szerelmes vagy. De mert miért? Akkor akarod kimondani annak az embernek, nem vársz. Hát ez ilyen nincs, hogy te vársz azért 5 évet. De miért? Miről maradsz le? Hogy miről? Hát szerelmes vagy, szereted, meglátod, azt mondod, hogy vele akarom leérni. Erről szól a szerelem. Meglátsz valakit, és ki akarod neki mondani, hogy ez igen. Gyereket akarsz neki szülni, mert ő bele szereti. Ha már nem vagy szerelmes, nem akarsz neki gyereket szülni, meg nem akarod kimondani. Miért várnál te 5 vagy 6 évet? A házasság? Nincs már ilyen súly ennek a házasságnak. Hát ugyanazt mondom, amit te mondod, ez a kérdésedre a válasz, hogy a házasság az csak egy ceremónia, érted? A kapcsolatok azok a lelkünkben szövődnek, érted? Nem pedig a házasságkötő teremben, vagy pedig egy templomban. Tehát, hogyha a kettőnk egy nővel, tehát nyilván nekem a feleségemmel a kapcsolatom nem az határozza meg, hogy most hogy aláírtunk egy papírt, és aztán kimondtuk az igent is, hogy gyűrűt húztunk fel a másiknak az ujjára. Érted? Mi egy lelki kapcsolatban vagyunk egymással, és ha ez a lelki kapcsolat ez nem épp, hogyha ez sebezhető, hogyha ez laza, hogyha ez akkor tök mindegy, akkor a papír se segít rajta. Tehát, hogy az semmi. Érted? Hát de nem azért házasodnak az emberek, hogy segítsen. Ő nem azért akart nekem szülni egy gyereket, és szült egy gyereket, mert hogy én vagyok a férje, hanem azért, mert szeret. Hát vagy legalábbis akkor jó játsza. Egyébként egész jól csinálod, anya. Most már 10 akárhány éve. Igen, érdekes dolgok ezek. Na jó. Oké. Hogy áll az M7-es? Ez nagyon-nagyon fontos kérdés. És a Szentendrei út, mert hogy itt volt két nagyon nagy baleset. Jó, be lehet-e már jutni Szentendréről, illetve mi a helyzet az érdi emelkedőnél, a 22-es kilométernél az M7-essel kapcsolatban? Ezt mindenki írja meg nekünk. Mert fontos. Kösz, igen, ezt a szót kerestem. Mert fontos és nehéz a bejutás. 9:30 pontosan, 4 perccel mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 7 perc múlva pontosan, 10 óra, jó reggelt kívánok mindenkinek. Csabi, hello! Jó reggelt, szavaztok. Könnyedén keltetek ma reggel? Én például tök nyugodtam. Hát de gondolom azért te is nézted. Meg. És nem forgolódtál utána. Ilyen látod, behívod, megszólítod minden nyugodtan. Valamilyen oknál fogva nekem még sajnos nem volt ilyenben részem, hogy egy ilyen élő show műsor, de ilyenkor meddig tart? Vége van, hazamentek egyből, vagy azért leültök, isztok egyet, mint a koncertek után a zenészek. Hát egyébként igen, mi ott maradtunk majdnem egy órát, úgyhogy én félre értem haza körülbelül. De tudod, az, hogy minél kevesebbet alszol, annál könnyebben kelsz. Egyébként nálam is ez van, hogyha sokat alszom,
mint ahogy most hétvégén sikerült, akkor ilyen karikások lesznek a szemei. Ha nem, akkor viszont pihentebbnek tűnik az arcberendezésem. Igen, szerintem is úgy van. Egyébként jó volt a hétvége? Sportoltál? Sportoltam is, úsztam is, ma reggel voltam futni, és ilyen mozgalmas, jó kis hétvégénk volt. Úsztál, futottam? Igen. Bringát akkor... ezt kihagytam, bocsánat. Jó, hát ne, lassan ott tartasz te is egyébként. Még egy kis bringa és elindulsz. Már legalább egyszer le fogod nyomni. Jó, de hát én egy ilyen mini maratont, vagy nem tudom. Ugye egyébként nem az a lényeg. Mini Ironman-t bevállalom. Nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy csinálod, szereted meg, hogy a dolog működik. Erről, igen. Erről van szó. Na, azt mondja, hogy ugye több dolog is van. Egyrésztről akik játszanak hármasugrást, Doven bácsit és Fekete Férigénemet minden nap, azoknak figyelni kell, mert hogy a három játékos közül valakit visszahívtok, nem sokára hallható, hogy kit, ugye, és ő nyer még egy nyomtatót. Egy wifi-s érintőképernyős nyomtatót. Így nem van. Gyengét. Nem gyengét. És a nap hallgatója is nyer valamit, ha felveszi. Csak gyári nyomtatót. Morning show! Az bizony, jó reggelt, hello! Jó reggelt kívánok! Hello! Hello, Gergő vagyok. Gergő, hello Gergő! Gergő, így van. Honnan írsz? Üllő. Üllőről írta. Így van. Először vagy naphallgatója, vagy voltál már? Először naphallgató, írtam már néhány üzenetet, be is olvastatok már néhányat, de ez az első megtiszteltetés. Na látod? Előbb-utóbb sikerül. Mondom ezt azoknak is, akik kicsit már utálnak, mert soha nem sikerült nekik. Hát meg azoknak is, akik néha nem kicsit. Igen. Na, azt írtad nekünk az első kutyámat. Egyébként ez mire jött ez az SMS? Vagy ezt mire írtad? Beszélgettetek a nyomtatóról. Így van. Nem értettem, hogy mire jött. Az első kutyámat Fifikének hívták, a mostanit Wifikének, mert utálja a pórázt. Ezt írtad nekünk, mi ezt szerettük, és te vagy a naphallgatója ezáltal. Nagyon szépen köszönöm, örülök neki. Szoktál járni szórakozni Pestre? Elvétve, igen. Elvétve. Van egy 10.000 forintos kis ajándékutalványunk neked, Budapest, vagy inkább úgy mondom, hogy Buda legmenőbb klubjába, éttermébe, szórakozó helyére, ami egyre tendribb és egyre jobban imádják a budaiak és a pestiek. Ez egy olyan hely, ahol tudtok reggelizni, akartok ebédelni, vacsorázni, este 11 után pedig klub lesz belőle. Tényleg jó hely, ide vinnénk el téged meg valakit, ha akarsz menni. Jó? Csúgy, szuper. Nagyon szépen köszönöm. És van még egy plusz ajándékod is, azt is megmutatjuk. Kolbász és Békés Csaba. Az is a világ. Érezzétek jól magatokat. Kit viszel erre a helyre, vagy kivel mész? Igazándiból még nem tudom, majd még eldöntöm. Még eldöntöd. Jó mulatást nektek. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Szervusztok. Sziasztok. Hello. Na, így kell örülni. Igen. Jó volt hallgatni. Igen. Csabikám, remek zenéid lesznek? Tegnap ugye beindult már az élősó újra, a tehetségkutató van a tévében, és ilyenkor egy kicsit felszínre kerülnek azok a fiatalok szerintem, akik szintén a tehetségkutatókból kerültek ki, úgyhogy egy korábbi, egy másik, a Voice nevű tehetségkutató győztesét hozom, a Pál Dénest, akinek van egy új dal, a Széltől is Hossz, ezt mutatom a következő órában. Köszönjük. Az öcsém nem bírta sokáig, nem? Nem, basszus, tegnap hogy kihullott? Elment pihenni. Bejött. Nincs elég baja. Nem baj, de legalább azt gondolják, hogy az RTL-nél nem lejt a pálya, nem? Ennyi. Hát azt hiszik, hogy érted, az öcsém hátra továbbított. Egyébként tényleg az öcsém, de senki ne gondolja, hogy ez segített. Szörnyű egyébként, ekkora keresztet cipelni a hátán. Te vagy a bátya. Érted, és akkor még ráadásul még ez is kiszórják az X-faktorból. Ez egy szikora hamar elkezdett fogyni, nem? Szerintem leghálatlanabb csapatot vinni. Igen. Bár most azért van egy nagyon jó. Tehát ez a két fiú szerintem. Szerintem mind a három csapat nagyon jó volt. Igen, de leginkább az a két srác, még a nevüket nem tudom. Jó, hát velük pedig az volt a baj, hogy ők tök jól hozták a mai dalokat Beatlesesen még az előválogatók során, és aztán most rájutottak régi dalokat, amik szerintem nekik nem álltak annyira jól. Inkább a táncosokkal volt a baj, azok oda belibegtek, de az a két gyerek az nagyon jó. Annyira európai, annyira jó fejű gyerekek, annyira jól tolják, annyira lazák, szerintem zseniálisak. Nekem két kedvencem, meg van egy lány, akit nagyon kedvelek. Tök igazad van, de a két fős... A műsoron belül. Nem tudom még a neveket, egy ilyen kicsit pufibb kislány. Igen, fekete ajú. Igen, nem hiszem. Nagyon szépséges. Viszont visszatérve egy mondat erejéig a két fős fiú csapatokra, azért nekik számolniuk kell, ugye, a Prügyi Duóval. Nem ellenség a piacon, mi? Igen, a Prügyi Duó itt van. Most pihen, de higgyétek el, ők még visszajönnek. Na jó van. Oké, Csabi jön a kívánság műsorral, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szép napot nektek. Sziasztok! Sziasztok! Ciao.